Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra után 14 perccel egy csodálatos szerdai napon. Sziasztok! Itt vagyunk. Még hangszűz vagyok, úgyhogy most hangolok, mint egy jó zenekar a koncert előtt. Még nem tudtam megszólalni ma. Nagyon. Még a zenekar járóból jön a hang. Nem csináltad a bemelegítő szakaszon? A parabam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 b
dolog, mit tudom én, meg itt kicsit beszélgettünk, de de egy ilyen erős, kiengedett hang az, az most kezd, de már helyreállt, úgyhogy megtörtént a kis hangolás, és a zenekar az beindult. Reggel már versenyeztem mazsolákkal, úgyhogy megvoltam, és adrenalin szint. Hát, akkor már nem is kávézol, már fönn van. Nem, fönt vagyok, abszolút fönt vagyok, felhúztam magam. Belső sáv, Szerémi út, belső sáv, Duna mellett 40-nel. Mellette egy sárgán villogó teherautó plusz rakománya 400 tonnát víz, beáll mellé, és ott érzi magát biztonságban. És mögötte 600 méteres kocsisor, és se előre, se hátra nem gyorsít, kicsi gyorsít a teherautó, ő is gyorsít. Elmenni egyébként. Én ma rájöttem, ma ugyanez volt a Hungárián út, ugye három sávban annyi szerencsénk van, fehér nagy busz ment a külső sávba, és mellé beállt a fehér kis autó. És azt érezted, hogy így megél, hogy benne volt a csávóban, várjál, benne volt a csávóban az, hogy most megelőzöm, de ahogy beért mellé, ott megijedt, hogy mi van, ha rám dől a busz. Azért kell nyomni egy picit gázt. Na, én is ezt gondolnám, de ő nem meri. Nem meri, visszaengedte a kocsit a busz mögé. Megint megpróbálta megelőzni, de megint nem merte. És megőrülsz. Most három sávon még ugye tudsz kolbászolni, bemenni, vagy valahova. De a Szerémin végig így jöttem végig, közben nézem az órát, tudod, közben látom már, hogy reklám, zene. Ide értem, időben nem volt baj, de ezt én, ennek a pszichológiáját én soha nem fogom megérteni. Szóval látom, hogy vannak mögöttem, tudom, hogy vannak mögöttem, de nem sietek. Hova? Én nem sietek, te se siessél. Hát, hogy így 50-nel lehet menni. Egyszerűen nem is értem. Na mindegy, meg beelőztük, mindenki leelőzte, átnézett, csúnyán nézett szegény, de ő megértette, akkor megpróbált kimenni, közben ott jöttek, szóval szórakozató volt. Ezt így látni? Ez annyira nem azért. De nagy dugó van, ma sokan vannak úton, nem tudom mi van. Ez tényleg nem tudom mi van, ez a szerda, ez egy ilyen. Egy ilyen nap, az eső, az sokan. Esős idő először. Az lehet. Az esős idő először. Hát szörnyű. Hát már azt mondják, hogy már akár ma is lesz, aztán az egész hét gyakorlatilag hát nem túl biztató. Olyannyira, hogy hétvégén 12 fok, így van, és aztán jövő héten már állítólag majd lehet. Havazás, hát ez még fönt a hegyekben nem itt nálunk, de fönt a hegyekben már az is előfordul. Srácok fönn lesznek már a hegyekben? Most ez a hétvégén már fölmegyünk a hegyekbe, így van. Mindenki fölmegy. Az nagyon fontos, jó lesz. Nyak, nyesegetem, flik-flak, nyak, nem tudom, hogy van fontos a szöveg, de ne húzd ki a gyufát, mert megkapod. Tudod, hogyha nagyon sokat mondogatod, tegnap DJ Bobónál is kiúztad a gyufát, megkaptad, úgyhogy megkaphatod ezt is. Húztunk be újat. Új DJ Bobó? Persze, nem igaz. Nyilván nem újat. Hogy lenne új? Van, figyeljetek, nem fogjátok elhinni, tegnap természetesen felmentem, ugye be kellett húzni még egy kis a pré mellé még egy Freedomot, úgy gondoltam, hogy ez mindenképpen, adjuk meg a módját. Az jó. Persze, csak a tényleg a legnagyobb közül válogattam, és hát ugye össze kellett szednem hozzá megfelelő információkat is a szerzőjogvédő hivatal számára, meg hogy tudjuk, hogy hova kell utalni, ugye a nem kevés pénzt, amit az egy lejátszás után fog majd kapni a svájci hős, és hát megnéztem a honlapját, és az ember mind a mai napig tolja, dübörög, van egy úgynevezett ilyen DJ Bobo Circus. Circus? My life is circus. És az megy körbe a világban? És az megy, hát gondolom, de csak Európában, a világban nem ismerik. Tehát, hogy ő európai sztár volt azért. Ő egyensúlyozó művész, a színpadon. Hát, azt szerintem a szokásos, tehát, hogy így... Szerintem ő még Ázsiában is nagyon. Igen, szerintem ő mindenhol, csak Amerikában nem. Uh-huh. Tehát, hogy ő simán szerintem még Ázsiában is, ő mehetett, nem? Vagy ő egy klasszik európai, ő azért európai pop sztár volt, és nem ment már máshol. Eurodance sztár volt. Eurodance volt? Persze, hát érdemes megnézni, hogy hol volt a karany meg a platina lemezei, hát francia ország, Svájc, Németország. Tehát, hogy de onnan jött talán Svájc. Svájc, így van. Svájci pék, svájci vagy cukrász, vagy törpe. Nem törpe. Hivatalos foglalkozás a svájci törpe, persze. Nem, ő cukrász volt, azt hiszem, vagy pék volt. Pék. Pék volt, és ebből csinálta ő. Igen, mert tegnap meghallgattuk hát egy jó kis DJ-bobot. És nem kis karriert csinált belőle. Nem. Tehát, hogy ezért nézegettem, össze azt gondoltam, hogy mint Hedőjének találok majd három slágert, most ehhez képest neki volt, vagy nem. Nagyon sok slágere volt.
De. Hit single a neve mellett. Csak 4-5-öt tudok mondani én fejből, és azok a legostobábbak. Elképesztő durva csávó. DJ Bobo nagyon jó. Szerintem még mindig dől a pénz, még úgy is dőlne neki a pénz, hogyha nem, egy centit nem mozdulna más sem erre, csak tényleg valahol Madeirán ott nézni a naplementét egy pohár borral a kezébe. Beszereti a színpadot. A saját. Szereti, hadd menjen. Imádja az ember. Úgyhogy nagyon megy még neki, de minden esetre a lényeg, hogy van más DJ Bobo. Van még skuló a tárba, öcsi. Hogyha vétlen megint eszedbe jut. Ha még eszünkbe jut DJ Bobo, akkor tudunk mind berakni. Nagyon jó hírek jöttek, hogyha DJ Bobo-ba kikeveredtünk Maklárról, a maklári óriás kígyóról. Igen, meg lett? Igen, hát szegény már nem, de megtalálták, elgázolták. Te pont nem voltál, de hívtuk ugye Bodzolit, a mi állandó szakértőnket, hogy mit csináljon a maklári ember, ha ráveti magát a 2 méteres óriás kígyó. Most megtalálták, igen. De hát már szegénynek mindegy volt. Ott, ahol nemrég látták, átért, de vissza már nem tudott jönni, mert az egyik fele átért. Valaki átment rajta. Szerencsétlen. Illetve hát nem tudjuk pontosan, azt mondta Bodzoli, nyilatkozott, hogy ha bodzolás után kiderül, ha egyáltalán bodzolják ezt a drága jószágot, de a lényeg, hogy a maklárieknak üzenjük, hogy megnyugodhatnak, nem fog a jószágra savanyodni, vagy vetemedni, hogy mondják az óriás. A gyerek nem a maklári óriás kígyó miatt késik otthonról a megbeszélt időpontról. Hát szerencsétlen ugye észlelték, de aztán hagyták elkúszni. Mondták, hogy ott egy óriás kígyó. Ó, fotózzunk vele. Oké, két kép megvan. Oké, figyelj, még egy selfie. Igen, na jó, menjünk a dolgunkra. Vele a Facebookra. A kelgyó meg ment tovább már. Szeretem ezeket a szabadon engedett, teljesen lehetetlen állatokat tényleg, mint aligátortektő és óriás kígyó. De nem hihetetlen, tudod, így megveszed, meg. Komodói varánusz tényleg, tehát hajrá, fekete özvegy, olyanokat engednek el, hogy az ember nem is érti. Miért nem viszi be az állatkertbe, ha már nem kell? Igen. De szerintem megszökött, gondatlan volt, tudod, nem biztos, hogy elengedte, az is lehet, hogy kinyílt a terrárium, nyitva hagyta, kiment, visszament, nem volt Jósika, elmászott, elkúszott, tudod, ötök eltűnt. És az óriás kígyó meglépett, megölt két csirkét, egy öreg nyugdíjas, és aztán tovább állt. Szóval, hogy nem biztos, hogy ez ő lerakja, ez nem simán gondatlanság, nem? Na, biztosan ilyen is, de biztos, hogy most felsoroltakból, amin végigmenti, ez elég tudja, hogy van olyan, akit így kidobtak, hogy elég volt. Most hogy menjen. Igen. Rájöttek, hogy többet eszik, mint a gyerek, és akkor azt mondták, hogy na jó, akkor vagy a gyerek, vagy a kígyó. Tehát azért csak be lehetne vinni. Az állatkertet, de a hanga nem küldene el. Kéne csinálni egy ilyen inkubátort az állatkert elé. Nem? Tehát ugyanúgy, hogy le tud rakni oda az állatodat névtelenül, hogy kiraknál a két inkubátort, és be tudnád oda rakni az állataidat. Ami nem kell, névtelenül megjelent széljel a fővárosi állatkertet, és berakod Veszprémi állatkert, nyíregyet. Mindenhol kiraksz egy inkubátort, hagyd rakjam bele én a fekete özvegyemet, a kígyómat, nem? Ja. És akkor nem kéne szégyelnem magam, hogy én ezt elengedem, berakom az inkubátorot. Lenne inkubátor is, de lenne ketrec, lenne terrárium, bármi, lenne akvárium. Bevezetem az oroszlánomat, lerakom. Tényleg, ha halad van. Lenne egy köbméter homok. Lenne egy kis befőttes üveg vízzel. Na, megmutatjuk gyorsan, mi történt velünk tegnap. Júlia egy nagyon érdekes kis hírt mondott el nekünk, mert hogy elment Mesztelen jogázni. Milyen utóélete volt a Facebookon. Igen, Júli rovatát mi egyre jobban imádjuk. Én legalábbis nagyon szerettem, mert baromi őszintén tolja a dolgot, ami a szívén a száján, amihez kedve van, megcsinálja. És közben elmondja, hogy ez milyen hatása van az ő magánéletére, mert kiderült, hogy Miró nem annyira örült a Mesztelen jogázásnak, hiszen ő ott mesztelenül megmutatta másnak a testét. És ebből nagy családi balhé lett. Erről is beszélt, és hát magáról a mesztelen jogáról, hogy milyen az, amikor ott állsz két pasival, akik szintén mesztelen jogáznak, mit kell csinálni, és hogy is néz ki egy mesztelen joga valóságban. Főleg úgy, hogy nem erre készültél, tehát nem gondoltad, hogy két pasival fogod tolni a mesztelen jogát. Igen, csajokra számított, aztán két pasi volt. Na, úgyhogy tegnap Julival beszélgettünk, hiszen tegnap volt a rovatom, úgyhogy megmutatjuk ezt most újra, aztán jövünk vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van, pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hát igen, ez történt velünk többek között tegnap, ugye Báté Juli mesztelen jogázott, kipróbálta, van benne bátorság, tényleg imádom. Egy hatalmas kaland az ő élete. Én nagyon szeretem, hogy ő ennyire bátor tényleg, szóval, hogy ez tényleg bátorság kell, elment. Elment és kipróbáltam. Na, hogy állunk játékkal? Egy-egy. Jól van. Akkor lehet jelentkezni játékra, jó? Ha valaki játszana velünk, akkor írjon SMS-t. Azt hiszem, hogy milyen SMS-eket kaptunk reggel. M5-108-as kilométer Szeged felé van egy trafink. Köszönjük szépen. Fetya vagyok Monokról, játékra jelentkeznék. Oké. Tegnap előtt egy bazi nagy zöld papagájt láttam a villanyoszlop tetején. A csajom hívta fel rá a figyelmet, csak néztem.
ebben az időben valószínűleg ő sem húzza sokáig. Ha valamelyik állatkertnél lesz inkubátor, szóljatok, anyós, após páros azonnal beteszem. Ezt Alex írta. Alex írta nekünk, köszönjük szépen. Ozdon, miért nem lehet hallgatni benneteket? Ha tudtok, értesítsetek. Köszönettel, Éva. Hát elvileg szólunk Ozdon, vagy szólnunk kellene, de köszönjük az észrevételt. Gyugyót azonnal autóba rakjuk, szirénát teszünk a fejére, mint Pitty körmesternek, és egy csavarhúzóval, egy dobozzal, és egy imbuszkus készlettel elindítjuk Ózd felé. És egy szalámi szendvics. Úgyhogy nem sokára ott lesz, és orvosolja a problémát. Na, drága hallgatók, jelentkezzetek akkor játékra. Ha kihívnátok bennünket Fekete-Fehér Igennemre, írjatok SMS-t, mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, egy jó kis Erik Iglesias. Bizony, bizony. És featuring után. De én mondjuk nem a hangja miatt irigylem, hanem Anna Kurnikova miatt. Anna Kurnikova. Ő vele van most? Ő Kurnikova. Vagy elég sokáig. Nagyon sokáig. Kurnikova. Anna, Annával. Hát nem tudom, hogy Annával van-e még, de vele volt. Mm-hmm. Vele volt sokáig. Anna Kurnikova, igen. Na, azt mondja, hogy M3-a 114-es kilométertől baleset és hatóságmentes erős kamionforgalom, 10 fok, 100 km órával a belső sávon ködlámpával. Gratulálok, 24 órás futár Pisti írta nekünk, aztán két autó koccant a Szerencs utca előtt, torlódás alakul, ez az M3-as bevezetőn van befelé, méghozzá a belső sávban. Most az udvaron már ébren vannak a trafizó rendőrök, egy vajszínű transporterből mérnek, ez pedig Stampó küldte nekünk. Köszönjük szépen! Mi pedig játszunk, már és itt van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, azt nézem. Andi, hello Andi! Andi vagyok, igen, Andi. Andi, honnan hívtál minket, Andi? Én a 17. kerületből egy általános iskolából. Na! Takarítás közben. Ja, akartam kérdezni, hogy igen, már idősebb a hangod, talán ennyi ismétlés volt benne, de nem, akkor te már kiártad az általános, csak takarítás. Akkor te most végeztél, most jönnek a gyerekek, nem? Hát még ezt megvárom, meg szeretném nyerni, és még utána van egy kis dolgom, úgyhogy még mennem kell tovább. Mert általános iskolás korom is úgy sajnáltam a takarítónéniket, mikor láttad még, hogy egy kis partvicsal a kis rongyal takarít, te megjöttél hát, a szakadó igen. esőből, ugye? És végig mentél, mindenem. És láttad az ő arcukat, hogy hát igen, hát... Nem tudom, hát mit mondani. Már 20 éve. Úgyhogy már nagyon unalmas. Na hát, ha feldobjuk a reggeledet egy jó kis játékkal. Jó? Vagy azzal, hogy agyon vesz minket. És akkor... Nem, teljesen mindegy. Lesz egy kis ajándékcsomagod. Jó, Andi? Reméljük. Kivel szereti játszani? Veled. Jó, hát akkor álljunk neki. És indítsuk az órát, jaj? 3, 2, 1, fire. Na, Andi, itt vagyok, gondolom, szeretnék kérdezni. Hát azt szeretném kérdezni, na. Hogy én nagyon szerettem a sódat, ezt a Balázs sót. Ó, pont akartam kérdezni, hogy melyiket, mert nagyon sok volt. Hát a Balázst, azt imádtam. Tényleg? Igen. Hát pedig ezt még hogy hallgattam volna hát igen, a fenébe. Mit akartál volna kérdezni? Hát azt, hogy nagyon szerettem, hát fantasztikus volt. De helyes vagy, sokan nem így gondolnak erre a műsorra, de hát az majd, még... De hát ez hamar elment. Az még egy más korszakban volt, egy másfajta televíziózás, amikor még mindent meg lehetett csinálni. De pályafutásodban hova helyezed el a Balázs? Viszonylag előre. Én szeretem, én azt bírtam. Volt egy szubkultúra, volt egy közönségünk, aki értette, hogy csinálunk, szerette, nézte. Hát volt, mint egy kabaré, tehát egy kabarénál jobb volt, az biztos. Én 5 év alatt ott nagyon sokat nevettem. Ugye? Jó volt, igen, szerettem. Nagyon jó volt. Hát, Andikám, köszi a sok bókot, viszont ajándékcsomag nincs, mert kimondtad, pedig nem gyötörtelek volna meg nagyon igazából. Ez az igen, meg ez a nem, ez mondjuk a legtöbbször. Pedig nem, mondom, tényleg kedves lettem volna, és gyengébb, mert hogy nem akartam itt most nagyon belemenni. Úgy éreztem, hogy megérdemlett ezt az ajándékcsomagot. Egy ilyen felvezető után, meg pláne, meg hát aki ilyen munkát végez, abszolút, de hát nem tudtam mit csinálni. Annyira tartottam magam, hogy ne mondjam ki, már készültem, de hát egyszerűen ez nagyon nehéz.
Persze. Nagyon nehéz. Persze. Hát az ember kívülálló és úgy hallgatja, azt gondolja, könnyű, aztán amikor játszik, rájön, hogy azért nem. Persze. Mindegy, úgy fogom föl, hogy bekerültem, és sikerült egyszer. Mert most próbáltam meg először, és már ötte írtak, tehát. Na, hát viszont ez is valami. És rögtön ilyen zseniális témaválasztása. Láttam volna Balázsnak az arcát, ahogy ellágyult, hogy szóba hozta az első gyermekét, az első szülötte. Az első, a második, az első megálló volt az épusza. Ja, ja, igen, de a nagy tévé. A saját szülöttem az első volt, igen, a nagy tévén. Még annyit mondjatok el, hogy mit lehetett volna nyerni, hogy legalább ne idegesítsem magam. Ajándékcsomagot, nyakbaakasztót, sapkát, bögrét, és egy kéthetes kínai körutat. Köszönjük, elköszönjük. Andi, ciao. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok. Hello, hello. 5 perc, 7 óra. Jönnek újra a legfrissebb hírek, ha van friss közlekedés. Küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyekkel dicsérünk Demcsák. Zsuzsát ma nagyon csinos. Így van. Na, Zsuzsinak küldjetek egy puszit, adjátok át, hogy látjuk. És ez a ruha. Mária, akkor mind a kettőre. Most nem jött mutatja. Most nem már úgy értem, hogy Kovács Lászlóra is. Kovács Lászlónak is küldtünk egy puszit, igen, mert hogy vele interjúzik éppen, de Zsuzsi ma nagyon rendben van. És mutatták a lábát is? Vagy nem, csak a Zsuzsának. Zsuzsa lábát láttuk már, csinos az egész, ma nagyon jól elkapta, nem mindig kapja el jól a szettet, vagy nem a stylist, de ma nagyon egy. Ma még Vujt Ritko sem kellett mellé a kontraszt miatt. Hát, vagy később összeülnek. Ő csak rontaképpen, úgyhogy igen, kiemeli még jobban Zsuzsát, de ez nagyon rendben van, ez a kis vazarellis minta ott az elején, hát ez nagyon jó. Na, azt, hogy ahogy nézzük, hogy mit írnak a hallgatóink, Szentendrén Pest felé, Szentendre tábla előtt trafiznak, CZ küldte nekünk, Kapuvár és Nagyszent között baleset, és hatóság mentes. Ja, oké. Okay. Jó utat G küldte nekünk, aztán az M1-esen áll a sor vége Buda felé, de mi az, hogy M1-en áll a sor vége, ezt nem teljesen értem. Komáromban a Monostori erődnél mérnek a rendőrök, valamint Szigetvár belterületén a Kadarkút felé vezető úton szinte mérnek, Évi üzente nekünk. M3 a 114-es kilométertől baleset és hatóságmentes, valamint két autó koccant a Szerencs utca előtt, és emiatt alakul a torlódás. Többen írtátok, hogy kimondtam a tiltott szót, Anna visszahallgatta, Sólyom Szem kikérte a felvételt, challenge-et kértünk, meghallgattuk, és nem mondtam ki semmit, azt mondom, hogy na Andi, szeretnél kérdezni, mire Andi elmondta, hogy nagyon szerettem régen a műsort. Ó, pont akartam kérdezni, hogy melyiket, mert nagyon sok volt. Hát Balázs, imádtam, tényleg, igen. Így volt a párbeszéd, Anna leírta az egészet, úgyhogy nem tudom ki mit hallott, de... De Andi legnagyobb bánatára nem mondtam. Nem mondtam ki a tiltott szót, úgyhogy... Szóltunk volna, ha ki. Persze, de van olyan, hogy esetleg nem veszük észre, és Anna visszahallgatja. Erre most nem volt szükség. Illetve pontosabban meghallgatta, de nem találtunk. Nem találtunk tiltott szót. A hét közepe van, az egyik legnehezebb nap, át kell lendülni. Bali, tolhatnál valami erőset. Puszi nektek, Anett. Hát írjátok meg, hogy mi az erős. Kinek mi az erős, ugye? Tehát Janinak itt Megadett, vagy egy obituári. Megadett az aperitív. Igen, vagy egy Sepultura. Valakinek pedig már a tegnapi DJ Bobo is kiverte a biztosítékot. Hát adjatok alternatívát. Hát kérjetek meg, hogy mi legyen. Nem tudom, hogy Anett, neked például mi az erős. Mi a durva? Hogy szereted durván, erősen, gyengéden? Mi számít erősnek? Írd meg! Nem tudom, hogy nálad hol indul el a lábremegés, és mi az, amit erősnek gondolsz. Ami neked erős, az lehet, hogy másnak gyengéd. És itt csak simogatás. Úgyhogy várjuk a tippeket. Jó, baleset van még a 11-es úton Csillaghegyen kifelé. Ezt Fozsó küldte nekünk. Köszönjük. Ha van friss közlekedés, akkor küldjétek. Na, hát fontos nap a holnapi. Bizonyám. Csütörtök van, és... Megint nem tudok parkolni a rádió előtt. Parkolni a rádió előtt. Itt lesz? Itt. Mert hogy ugye fontos meccset játszik a magyar válogatott. Így van. És hát érdemes erről kicsit beszélni, mert a hihetetlenül népszerű, nagyon veszélyes Feröer-szigeteket... Oh, ne mondj ki! Kérlek! Miért kell? Nem tudjuk őket elkerülni. A Feröer-szigetek ellen játszunk, és hát egyszerűen nem tudok más mondani, csak hogy kötelező a győzelem.
Uh-huh. És hihetetlenül erős ám ez a csapat. Hihetetlenül erős, elszánt és brutális játékosokkal van tele, úgyhogy holnap fel kell kötni az egész országnak a felkötni valót, mert le kell győznünk a nagyon félelmetes Feröer szigetet. Tehát megint kimondtad! Eltiltás alatt voltak a magyar szurkolók egyébként, ez csak egy ilyen kicsit fél mondat, vagy fél gondolat, azért nem tudunk majd parkolni, mert ugye visszaadták a lehetőséget. És aki annak idején megvette a jegyet, és bejelentették, hogy ez zárt kapus lett, és eltépte, az most mi az Istennel megy be? Mondját. Most mégiscsak nyitott? Nyitott, igen, csak lehet jönni. Zárt, nyitott. A feröeri hősöket, a legendákat most holnap meg lehet majd nézni. A híres feröeri labdarúgókat. És hát nyilván jönnek majd velük a saját szurkolóik. A félelmetes vikingi vadék. A feröeri kemény mag. A félelmetes. Akkor nem sokan maradnak otthon egyébként. Hát nem, nem egy nagy hely. Hát nem, egy ilyen dunaújvárosi mennyiségű ember él. A fővárosban lakik, én megnéztem, gyerekek, 192 ezer ember, úgyhogy ez már a környék is bele van számolva, ami gyakorlatilag a teljes Feröer szigetek. Maga a főváros az 15 ezer lakos, azt hiszem valami ilyesmi. Igen, az egész ország élnek, hogy 48 ezer, még 50 ezer sem. Hát az egész ország eljön drukkolni, akkor is beférnek szinte, kis túlzással. Tehát, hogy bárki. Bárki eljöhet, és kis túlzással beférnek. A magyar szurkolókat nem érdekelte, de a feröeri drukkerek kelt házat csinálnak. Kiürült a Feröer szigetek, mindenki megérkezett. Na, és hát vannak játékosok, akikről azért érdemes beszélni, hogy ki ellen áll ki a magyar válogatott, mert talán sokan nem tudják, hogy micsoda nagy nevek vannak itt, micsoda nagy nevek jönnek, és ezek a nagy nevek egyébként mit csinálnak? Mert összeszedegettünk pár nevet, és nem hiszitek el egyébként, hogy mennyire veszélyes ez a Feröer szigetek. Tudni kell róluk. Elhiszük, hiszen például a görögöket legyalulták, tehát csak így mondom. Egyébként igen. Na, ha már a görögöket említed, akkor volt egy játékos, Fródi Benjaminzem. A kis Fródi Benjaminzem, ő is Feröer szigeteki játékos, azért hagyta ki a románok elleni meccset, amit egyébként nagyon megérzett a Feröer szigeteki válogatott, mert börtönőrnek tanul. És gyakorlaton volt. Börtönőrnek tanul, és onnan nem hiányozhat. Úgyhogy emiatt ő nem tudott kiállni egyébként a románok elleni meccsre. A kis Fródi Benjaminzen börtönőrnek tanul. De ő nem focista? Tehát nem, azt mondta, hogy foci csapat. Képzeld el, hogy a Feröer szigeteken senki nem főállású focista. Mindenkinek van másodállása, illetve pontosabban mindenkinek van egy állása, és hobbi szinten közben foci futballoznak. Igen. A söprögető egy iskolában is takarít. Tehát a kis Fródi Benjaminzen, ő nagyon helyes, mert ő, hát ő börtönőrnek. Záróvizsga tanult. Volt pont a románok ellen, és akkor inkább oda ment. És ő azt mondta, hogy inkább tanul. Mondjuk, mondjuk a izi diplomádat te se cseszed el így egy foci meccs miatt. Románokkal csak egy-egy meccseréig van gond egyébként. De a börtönökben. Hát csak mondom a neveket. Mondom a neveket, hogy kik jönnek. Figyeljetek. Mert hogy valóban húzó nevek. A kapusokkal itt lesz majd Tordur Tomzem. Teitur Gettedzon, Gunnar Nielsen. Ők a kapusok. Egyelőre nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ki védi majd ki a magyar csatárok szemét, de itt lesznek a kapusok. Teitur mivel foglalkozik? Sajtjátok. A védők között ott lesz Atlik Gregersen, Sonny Nagdar Nattenzad, Rovi Baddelvilzon, Odmar Feröem, William Úr Davidzen és Gilli Rorrácon Szöredzen. Ki fogja közvetíteni ezt a meccset a tévében? Nem lesz egyszerű. A középpályások között is vannak húzó nevek, mert Fródi Benjaminzen, itt van a kis Fródi. Fródi, igen. Ő a kis Fródi, aki egyébként börtönőrnek tanul. Sölvi Vattenhammer, Hallur Hansson, Bandur Hendrickson Olsen és Christian Lamugge Holst is majd Holst rúgja a bört. És... megnéztünk egy-két játékost, hogy ki mit csinál. És itt nem akarjuk megijeszteni a magyar futballistákat. De nagyon-nagyon nagy dolgok következnek. Hogy ki mit csinál főállásban. Mert hogy mindegyik másodállásban csak focizik csak. Atli Gregersen. Híres és népszerű. Atli Gregersen korábban újságíróként tevékenykedett. Most munkát keres, és közben egyébként rúgja a bőrt. Hallur Hansson. Hallur Hansson, megtalálod a játékosok között, hogy ő mit csinál pontosan? Csatár, középpályás, most így ebben a formában. Hallur Hansson, középpályás. Hallur Hansson, középpályás. Ő főállásban
útépítő. Nagyon. Na, ez a középpályához egyébként negy is. Passzol. Ugye? Ő abszolút passzol. De, ott építkezik. Mész előre, csinálod az alapokat, viszed előre a cuccot, és utána jön a csatár, aki előre megy. Viszi a hátára a csapatot. Ő útépítőként dolgozik. Ott van a kis Kai Bartoszlu. Keresétek meg, hogy kapus, védő, középpályás vagy csatár. Hol látjátok? Kár Bartoszlu. Látod valahol? Várjál. Őt nem írták föl. Lehet, hogy ő se tud jönni, mert lehet, hogy ő is vizsgázik. Őt nem látom sehol. Középpálya, nem? Lehet, hogy akkor egy új bálő. Csak mondom, Kai Bartoszlu. Középpályás. Középpályás. Megvan, ő középpályás. Igen, itt van, tényleg ott van. Bartoszlu, bocsánat, csak az édesanyja miatt Kai mondom, mert, hogy megmánt. Így van, Kai Bartoszlu. Nagyon veszélyes lesz. Nagyon kell majd figyelni. Ő mit csinál civilben? A középpályának és a védelemnek. Mert ő óvodában dolgozik, főállásban. Óvóbácsi. Hát. Tényleg egy óvóbácsi? Nem vár. Komolyan mondom. Nagyon veszélyesnek tűnik ez a Ferőerti. Hát, nagyon veszélyesnek tűnik. Ő óvodában dolgozik, bizony. Főállásban. És közben, amikor van ideje, elmegy egy kicsit rúgni a bőrt, de ő nem főállású futballista, ahogy a többiek sem. Óvodában dolgozik, és a kis Ferőer-szigeteki gyerekeket felkészíti az iskolára. Nem, nagyon az fontos nem, az nem, az nem, az nem. Ez nem egyszerű óvoda, az már az utánpótlás fejlesztés. fejleszti az utánpótlást. Ott van Paul Johannes Justinsen. Aha, az igazságos. Justinsen, a nagyon igazságos. Ő mit csinál? Látjátok valahol? Paul Johannes hogy... Justinsen. Látjátok ő valahol? Ő is középpályás. A második középpályás. A középpályások sorában. Nagyon-nagyon fontos lesz őt fogni. Elég hosszú a kispad egyébként. Veszélyesnek tűnik egyébként, mert ő szintén nem főállásban rúgja a bőrt, ő főállásban villanyszerelő. Tessék! Főállású villanyszerelő is érkezik hozzánk holnap. Nincs is. Erre a nagyon fontos meccse. Nincs is egyetlen kiégett izzó sem a Ferőr stadionokban. Úgy, hogy egyébként tényleg lealázták Görögországot. Így van. Tehát ezek a jogi egyetemen tevékenykedők, korábban újságíróként dolgozók, útépítők, óvodában dolgozók, villanyszerelők, ők megverték Görögországot. Tehát azért ezt nem szabad elfelejteni. Képzeld, mi lenne, ha a főállásban fociznának. Mert ők ledolgoznak 8 órát, és utána, és van, utána de elmennek edzeni. Most segítsetek, én nem vagyok a fociban sem otthon, de egy átlagos, mondjuk nem magyar focista, hanem egy a világban tevékenykedő focistának minden nap van edzése. Így van. Ugye? Hát többször is edzőtáboroznak, stb. Na, most akkor ők elmennek villanyszerelni. Bemegy, nem tudom, hogy hívek az embert, a kis dedekhez az óvodába, elénekli neki a kedvenc dalukat. És utána elmegy délután edzeni. És minden nap még mennek el edzeni, és vállalják a nemzetközi mérkőzéseket. Igen. Hát figyelj, pont ezért kell tőlük félni. Nem, mert hát mennyi energiájuk van. Ugye? Brutális energiájuk van, igen. A kis Fródi Benjaminzen egyébként, ő ugye börtönőrnek tanul, ezért hagyta ki a románok elleni meccset. Egyébként ő emellett még építkezési vállalkozó, és asztalos is. Basszus, én imádom érde, őket. És még nagyon jó. Én imádom őket, és az de Isten, Isten mentse minket az, attól, hogy ő mondjuk a legutóbbi börtönőr vizsgán elhasalt. És úgy jön ide játszani. És úgy jön ide. Ugye ez szenzációs, de hogy közben ők akkor tényleg hogy verik meg a görögöket? A görögök nem rosszak. Tehát a görögök azért nem rossz futballisták. Főállásban fociznak, és hát profi módon űzik a futball. Hogy tudja egy börtönőr, egy újságíró, egy építkezési vállalkozó, asztalos, óvodában dolgozó és egy villanyszerelő egyébként megverni a görög válogatottat? Pont hogy ezért, csinálják ezt? Mert szerintem, amikor ők kifutnak a gyebre, akkor kb. Ez lehet a hozzáállás az ellenfélnek a játékosai részéről is, mint amilyen a mi hozzáállásunk. Most észlenik, hogy igen, ajajaj, ki jön a börtönőr, a villanyszerelő, meg az óvóbácsi, hagyjál már! Aztán már kapnak kettőt az első 10 percben, akkor meg csodálkoznak és érkeznek futni az eredmény után. Szóval szerintem lebecsülik őket. Holnap este le kell jegyzetelni a gólokat, ha lesz, hogy ki lőtte a börtönőr, az építkezési vállalkozó, a villanyszerelő. Tehát ki lőtt gólt a magyar válogatottnak. Mert azért ez önmagában valóban most már azért ritkaság számba megy, hogy nem profi futballisták szaladnak ki a gyepre és játszanak egy selejtezőt, hanem másodállású futballisták, akik egyébként közben, hát nem is tudom, főállásban tevékenykednek, és dolgoznak, és bejárnak a munkájukra. Azért ez egyre ritkább szerintem, a profi sportban. Szerintem akárhonnan jönnek, és akkorról a vikingek hivadékait nem szabad lebecsülni. Tehát, hogy azért... Minden nagyobb település rendelkezik odakint futballpályával, itt most olvasom, és ott az van, hogy ez hogy a mindent Ferőer... futballpályának neveznek. Egyrészt várj, de várjál, hogy a Ferőer nem egy sík terület.
lendület. Nem. Tehát, hogy milyen állóképesség van a 45 fokban megdöntött focipályán való edzésed. Ott döntöd egy pályaválasztást, tudod. Igen. Most az a helyzet, hogy én megnéztem őket képek alapján, foglalkozások alapján, tehát hosszasan vizsgáltam a Ferőer szigeteki csapatot, ha nem a magyarok ellen játszanának, akkor komolyan mondom, gyerekek, egy nagyobb készpénz összeget feltennék a Ferőer szigetekre, mert hogy egyszerűen szimpatikusak. Tehát az a fajta elszántság, hogy te börtönőr vagy építési vállalkozó, asztalos, de közben rohansz, és egyébként selejtezőt játszol, zseniális. És pontokat hozol, ez egészen elképesztő. Tehát ez nagyon szeretnivalóak. Csak ugye hát a magyarok ellen nem lehet nem a magyaroknak drukkolni. De ha holnap bebőröznek bennünket, és egy félprofi csapat leveri ezt a magyar válogatott, egyébként mit tudom, egy 2-1-re, szeretni fogom kicsit az eredményt, mert közben maga a csapat baromi szimpatikus, hogy ők ezt így tolják, nem? Hogy 8-10 órában dolgoznak, majd utána elmennek még egy kicsit hobbi futballistát. Egyszerre játszani. Két vasat is tartanak a tűzben. Hogy micsoda lélek, micsoda szív, micsoda energia. Kapnak lóvét érte? Szerintem biztos. Persze. Hát azért egy ilyen másodállású foci csapatban nyilván nem az dominál, hogy te mennyi lóvét keresel, nem? Hanem maga a sport. Szerintem nem, lehet, hogy nem is kapnak érte pénzt. Mindenki megkeresi a pénzét a melójával, tehát az, ahogy azt mondja. Miért kapnak ilyen barna sörvócsereket? Igen. De nem drukkolnál neki? De nem, nem. Nagyon jó. Ugye, hogy tök cukik. Tehát, gyerekek, Kárbátos Lut holnap figyelem, óvodában dolgozik. Tehát úgy nézed majd a partit, hogy látod, Istenem, hogy Beninek mondhatna mesét. Hogy nézd a 10-essel, 8-assal, ott fut egy óvó bácsi. Nézd, hogy nézd, hogy kapura tör. Tehát egész egyszerűen egyébként helyesek. Helyesek és szimpatikusak. Én személyesen Justin Uzzerre fogok odafigyelni. Ő mit csinál? Ő a villanyszerelő. Nekem ő nagyon szimpatikus. Elképzelem, hogy egy meccs, ott megcsörön a mobil, és egy pillanatban este. Igen, most miért nem tetsz? Most igen, nem. 16 amperesre cseréltek. Igen, jó, köszönöm. Elnézést, mester, folytasson. És az a durva, hogyha kijutnak az EB-re, akkor durvább, mintha mi jutunk ki, nem? Ha nem jutnak ki, és mi se jutunk ki, az megint nekünk durva, hogy nem jutottunk ki, de ők se jutottak ki. Tehát, hogy nem tudunk ebből igazán jól kijönni, csak úgy, hogy tényleg holnap megverjük őket. Tehát egy ilyen csapattal, akik szívvel lélekkel játszanak, de hát azért másodállásban fociznak, ne adj Isten kikapni, az én nem tudom, hogyan van-e lejjebb. Közben úgy, hogy ez egy erős csapat, tehát nem szabad őket lebecsülni, szívvel lélekkel tolják, és agyon ütötték a görögöket. Azért ez egy fontos információ, nem? Pont ezért imádnivaló a csapat, mert hogy a munkaidődön kívül még ezt bevállalod, hogy minden nap edzés, vagy csak heti 3 is, az biztos, hogy akar nyerni, biztos, hogy szereti a foci. Persze, hát igazi fanatikusok, de egyébként a Ferőről alapvetően azt is kell tudni, hogy itt minden harmadik ember sportol valamit. Tehát, igen. Hogyha az arányait nézzük, akkor egyszerűen ez zseniális. Csak mondom, mert mindenki benne van, ugye gyerekek. Hát, igen, 45 ezeren vannak, mindenki. Nem tudom, és 16-20 ezeren sportolnak. Igen. Tehát brutális számaik vannak egyébként. Rettenetesen lelkesek, igen. Hát ilyen van. Számaink lennének, hogy 10 millió emberből 5 millió sportol. Hát ez kemény. Csak mondom nektek, hogy Ferencvárosi Tornaklub 1899-es alapítású, a helyi, a Szigetek első labdarúgó csapata 1892. Helyen. Hamarabb voltak, mint a Fradi. Bizony. Csak megmutatom, hogy szól a himnuszuk. Figyelj. Legyél te is halat. Figyelj, megoldom zsülköz. Figyelj, ha hallunk valamit. Ja, hát ezt lejátszák volna. Mondjam a szöveget? Igen. Avetriso, randevin, asum, vidi, logni. Magyar. Ez a Ferőer szigetek ilyen. Én kedvelem őket, komolyan mondom. Tu te kur meg, a te szor, te tent, szifa babi. Így van. Ez szabad fordításban annyit jelent, hogy a kolostoraitokat felégetjük, a nőkét elraboljuk, a férfiakat pedig lelőjük. Tit ogyár szemetár, gucigin tad navin. És kicsit aztán, nem olyan, mint a tünde nyelven beszélni. És aztán jövőre is visszajövünk, és megint megcsináljuk ugyanezt. Elkap téged a jogi egyetemet, végzett az útépítő, az óvodában dolgozó és a villanyszerelő. Summen ticum govun, teter ticum soul. Aha! Felcsorolás. Na, hát nem egy túl szép himnusz egyébként. Ennél a magyar himnusz. Nekik a legszebb. Hát nyilván nekik a legszebb, persze. Hát Jegedin szigni foráj, mit lend? A miénk se ilyen bátorítóbb azért. Tempóra, nem? Azért körülbelül ugyanott vagyunk, mi is a magyar himnusszal. Hát igen, de nekünk meg az a legszebb. Nyilvánvaló. Mi van, ha kikapunk? Nem már, mi ne, van, ha ne kikapunk, kérlek. És azt mondja majd a szövetségi kapitányunk, hogy nincs rosszabb érzés, mint amikor egy villanyszerelő nekünk volt. És egy óvóbácsi. Meg kell dicsérnünk az óvóbácsit, a villanyszerelőt és a börtönőrt. Ma kiválóan játszolunk. Igen.
nem találtuk. Nem várt összefogás volt a középpályán a Ferőer részéről. Igen. Hihetetlenül összedolgozott az asztalos, a börtönőr, az útépító és az egykori újságíró. Nem tudtunk rájuk készülni, mert egyetlen sport almar, ha most nem találtuk meg a neveik. Na, van egy hallgatónk, aki itt van most Magyarországon, és állítólagosan elkísérte az U21-es Ferőer szigeteki válogatottat. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, András, hello, ciao! Sziasztok! Te az U21-es labdarúgó válogatott kapus edzője vagy valójában, tényleg? Így van, ez pontosan így van. Ferőeren élek most már 9 éve, és többek között az U21-es csapatnál is dolgozom. Hát nincs ember, aki most többet tudna akkor a Ferőer szigetekről. Milyen idő van nálatok? Milyen körülmények között játszanak ott a futballisták? Az időjárás Ferőeren az igazából botrányos. Mit keresett? Ha valami rosszat lehet mondani Ferőer szigetekről, akkor az az időjárás, ugyanis egész évben körülbelül egyforma az időjárás, egy évszak van, és azt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 5-10 fok és borult esős idő van. 300 napot esik az eső átlagosan. És akkor hol edzenek a játékosok? Hol játszotok? Csak tornateremben vagy fedett helyen? Nem, igazából fedett focipálya nincsen, de az összes focipálya az műfüves, úgyhogy egy kis eső az nem árt senkinek, nem vagyunk cukorba, úgyhogy ki a pályára. De azt olvastam, hogy ha szél van, akkor baromi nagy szél van nálatok. Tehát nem ez az 40-50 km per órácska, hanem akkor kaptok egy ilyen 120-120 km-es szelet. És időnként átlövítek a labdát Izlandra. Ez igaz, hogy ekkora szél van nálatok? Kilométerre nem tudom átfordítani, de 40 méter per szekund másodperces szél az szokott már nagyon sokszor lenni. Hát volt már egy reggel, amikor felkeltem, kinéztem az ablakon, akkor a busz megálló az öbölbe a vízbe landolt. Na, ugye mi végigvettük a játékosokat, hát nem tudom, hogy te ismered őket, mert ugye te az U21-es labdarúgó válogatott kapusedzője vagy, de imádnivalóak, tehát komolyan mondom, az, hogy valaki nemrég fejezi be a jogi egyetemet, hogy valaki kihagyja a románok elleni meccset, mert hogy börtönőrnek tanul, hogy van építési vállalkozó, van óvodában dolgozó, a Kár Bartoszlovú, ő óvodában dolgozik, a Paul Johansen, Justinsen, ő villanyszerelő. Tehát ez hogy kell elképzelni, hogy ők 8 órát ledolgoznak, majd elmennek délután, ha marad idejük egy kicsit futballozni? Figyelj, egy kicsit még rájavítok, mert azt akkor biztos nem hallottátok, hogy jó magam is igazából itt a Ferőeri első osztályban játszok, és ebben a válogatottból hárman vannak, akik az én csapattársaim. Úgyhogy igazából első kézből ismerem a fiúkat. Többek között, akiket megnevezti azok közül, a Paul Johannes Justinussen, az az én csapatomban játszik. Ő a villanyszerelő. Hát én is. De ez hogy van, hogy 8-tól 4-ig villanyszerel, és fél 5-től már veled edz? Hát 8-tól 5-ig inkább, és a 6 órakor vannak az edzések, heti 4-szer, vagy 5-ször. Annyira és jó. És igen. Ő zseniális. Mesélj nekünk egy kicsit az óvó bácsiról, Kai Bartoszlovúról. Őt is ismered? Ő is ismerős? Igen, ismerős. Ugye ő óvó bácsi, de igazából óvó bácsi külföldön, ugyanis ő légiósnak állt. Norvégiában játszik egy harmadosztályú csapatban, csapatban, és Norvégiában óvó bácsi, nem Ferőer szigeteken. Úgyhogy ja. ő benne annyira volt alázat, hogy még azt is bevált, hogy külföldön lesz óvó bácsi, csak azért, hogy egy valamivel profi csapatba készülhessen. Mi van a börtönőrünkkel? Fródi Benjaminsennel. Ő ugye kihagyta a románok elén meccset, mert hogy hát a börtönőrnek talál, és bizony onnan nem vizsga. Sikerült a vizsga? Vizsga sikerült, tovább folytatott a tanulmányait, csak igazából az a baj, hogy a Froy meg eltiltás alatt van, és ő nem is jött el Budapestre. De miért? Mit csinált? Elkésett egy edzésről. De hogy miről tiltották el, ha nem volt itt a románok elleni mérkőzésen? Hát a harmadik sárgalapot megszerezte a finnek ellen, és igazából egy ilyen focis eltiltása van neki. Aha, annyira durván játszik, hogy nem is kellett a meccsen részt venni, és már eltiltották. Van a Hallur Hanson, ő az útépítőnk, szimpatikus, szeretjük? Igen, őt is szeretjük, de sajnos ő se játszik holnap, ugyanis ő is ugyanaz a... Hát mi van? Mert egy bekötőtet oszmaltunk a Viking V. Igen, át kell adni egy új, megépít egy gyors forgalmit. Ez nagyon jó. Milyen foglalkozások vannak még, akiket nem említettünk? Tudsz még mondani fejből egy-kettőt, hogy kiket hagytunk ki esetleg? Ha az én csapattársaimat megemlítem, akkor a Clement Andrásson Olsen, ő asztalos. Andrásson, aha. És ő házakat épít minden nap, abból él igazából, és a harmadik pedig Otni Fredriksberg, ő pedig egy
bankgyakornok, bankárnak tanult. Imádom. Annyira figyelj, és ugyanakkor ők kapnak fizetést a Feröer-szigetektől? Tehát ők hivatalosan ugye a válogatott tagjai, tehát az, hogy ők ezt hobbi szinten űzik, illetve másodállásban, nekik ezért nyilván jár valamilyen apanás, nem? Hogy ők azért fociznak a válogatottban. Hát a válogatottól annyit kapnak, hogy az körülbelül egy napi pénznek lehet nevezni, és az körülbelül egy átlag felüli keresetnek az egynapi bevétele naponta. Hogy ami kiesik nekik a munkából, azt igazából ők így visszakapják. Legalább nem a pénzért csinálják, elmondható, hogy nem én imádom őket. Van olyan, aki csak focizik? Igazából a szabadságukat használják erre, ugyanis amikor eljönnek Pestre, akkor 4-5 napra a szabadságot kell kivenni, ugye? Igen. Ezt, amikor bejelentik a munkájuk erre, én imádom. Válogatott meccs Magyarország. De van két komód, egy asztal és egy étkező, amit meg kéne csinálni. Mondják, még mindig nem világít az a lámpa. Mondják ezt Benjamin ennek az asztalosnak, hogy ne csináld már, ha felvettünk egy konyhabútor rendelést. Van, aki főállásban csak focizik, vagy mindenki csinál valamit? Nincs olyan, aki csak futballozik? Felőre nincsen. Vannak, akik eligazoltak Dániába, külföldre, és esetleg még iskolába járnak mellette, és fociznak, de a feröeri bajnokságban magában nincsen senki, aki profi. Figyelj, és olyan, hogy edzőtábor olyan van? Tehát, hogy elmentek edzőtábor, mert úgy általában nehéz megoldani munka mellett. Tehát, ha Szabira nehéz idő kivenni Szabit arra, hogy hivatalos meccsen játszatok, akkor nem tudom elképzelni, hogy például egy hetet elmennétek edzőtáborba. Az teljesen esélytelen igazából, évente talán egyszer, de ami a gyakorlat, hogy 3-4 nap alatt a meccs előtt, igazából 3-4 nap a meccs előtt találkozik a csapat, és annyi idejük van arra, hogy felkészüljenek. Te a nyelvet megtanultad egyébként? Igen, már sikerült. Tényleg? Mit keresel kint? Tehát miért pont Feröer-szigetek, mikor így elindultál itthonról 9 évvel ezelőtt? Hát nem az volt a célállomás, az biztos. Ugye én Dániába kerültem ki, és a Feröer-szigetek az a Dániához tartozik, annak a része. És úgy kerültem Feröer-szigetekre a foci miatt, ugye én is focizni mártam oda ki. Aha. És ez ugye már 9 éve volt, és ott ragadtam. Vannak esetleg olyan rigmusok, amikkel biztatnak benneteket, amiből most egy pici ízelítőt tudnál tolni? Igen, tényleg, hogy mit mondtok? Hogy szól egy ilyen hajrá fiúk, vagy fő a győzelem, amikor kiszaladtok a pályára, tehát az útépítő, a villanyszerelő, a börtönőr, hogy pacsizik egyet, és hogy elindultok ki az öltözőről. Mocskos Izland. Vagy valami. Mit csinál? Mit énekeltek? Vagy mi a hívószó? Vagy a drukkerek mit mondanak? A csapat, mikor kiszokott menni a pályára, akkor általában előtte egy körbe összeállnak, és akkor ugye néhány buzdító szó a csapatkapitánytól, és egy csapatkiáltás, és általában azt szokták kiabálni, hogy Feröer, vagy Feröer, háromszor. Igen, ez vagy pedig az, hogy megkérdezi a csapatkapitány hangosan, hogy mit csinálunk ma, és akkor arra háromszor rákiabálják, hogy vinna. Ami nyerünk. Mit csinálunk, az hogy van? Kajera, mit ide? Micsoda? Tényleg? Kajera? Kajera, vit, új, de. Kajera, vit, új, de. Kajera vipuida. Mit csinálunk, János? Kajera vipuida. Kül. Nem mondjuk, hogy vinna. Figyelj, hát tulajdonképpen tényleg most csak azért nem tudom azt mondani, hogy nektek drukkolunk, vagy a Feröer-szigeteknek, mert ugye ellenünk játszotok, de hát régen láttam ennél szimpatikusabb csapatot, komolyan mondom. Tehát én egyszerűen imádom őket. Na, ha ne adj Isten nyernek, nem fogom utálni őket, mert ez óriási blama lenne nekünk, viszont imádom őket, tényleg. Nem magunk ellen drukkolva, de baromi szimpatikusak, tényleg. Tehát ez ehhez elképesztő elhivatottság kell. Hát ha nem félnek attól, hogy a saját drukkereink megvernek minket, akkor a fél arcunkat Feröer-szigetekére festenénk, a másik felet pedig magyarra is. Igen, én most tényleg tennék rájuk. Tehát ha nem a magyarok ellen játszanának, akkor azt nem annyira szimpik, hogy teszek rájuk egy kisebb készpénzösszeget. András, hát ügyesek legyetek akkor, jó? Jó, rendben van, igyekszünk. Tehát most egyébként a válogatottal jöttél, mint kapusedző, vagy te az U21-nek vagy a kapusedzője, csak most eljöttél a válogatottal? Én az U21-esnek vagyok kapusedző, de együtt jöttem a válogatottal, külön géppel jöttünk Feröer-szigetekre. Wow, adott külön gépet a
az állam. Hát az nagyon jó. András, ügyesek legyetek, csókoltatunk mindenkit, mondjátok azért meg nekik, hogy egy, vagy mondd meg nekik, hogy egy magyar rádióműsorban reggel egy fél órát róluk beszéltünk, és nagyon szimpatikusak. Nagyon jó? Szeretjük a csapatot. Igen, ebben átadom. És hogy nagyon kíváncsiak vagyok, hogy Justinusen, hogy szerel a pályán. Rázósan. Rázósan. Jó. András, köszi, vigyázzatok magatokra. Köszönjük szépen, hogy csörögtél. Köszönöm én is. Köszönjük szépen. Még egy jó Ferőeri. Én mondjuk azt is csodálkozom volna, hogyha nem repülővel jönnek, hanem ilyen viking drákarokon átevez. Ez a kontinens. Komolyan mondom, nem tudom, hogy kinek dukkoljak volna. De tényleg. Hát nem szimpatikusabb, mint sokan a magyar válogatottból? Egyébként a brutál belőtt hajjal kiszaladnak, vizék köpködnek, nem csinálnak semmit, nem? A luxus autókból kiszállnak, igen, és utána pedig a meccs végén magyarázkodnak. És a meccs végén megy az ostoba magyarázkodás, igen. Ehhez képest ez zseniális. Jó, ne nyerjenek azért. Tessék? Ne nyerjenek azért. De egy gólt azért az asztalhoz tolni. Majd ide, majd hogy hívják, majd szurkolunk nekik a románok ellen. Jó, jó. Imádom őket. Fél nyolc volt, pontosan 9 perccel Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Ha valaki Jóven bácsival játszana, írjon nekünk SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 múlt 3 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Kapjuk az információt egyébként a Feröer-szigeteki játékosokról. Folyamatosan telefonálnak hallgatóink. Sokak érdeklődését felkeltette ez a téma. Ugye arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy hát másodállásban fociznak a fiúk, és nagyon helyesek, mert hogy van, aki a jogi egyetemet fejezte be nemrég, van, aki újságíróként tevékenykedett, van útépítő, börtönőr, óvodai, pedagógus, óvóbácsi, igen, van, aki villanyszerelő, és hogy 8-tól 5-ig ők ugye hát dolgoznak, és utána elmennek, futballoznak egy kicsit, nincs edzőtábor, folyamatosan szakad az eső, betelefonált egy hallgatónk András, aki az U21-es labdarúgó válogatott kapusedzője, és hát, hát elmondta, hogy milyen körülmények között készül a Feröer-szigetek Magyarország ellen. Évi 350 esős nap. Esős nappal, így van. Csak mondom, hogy telefonált egy hallgatónk, aki elmondta, hogy hétfőn este 7 órakor egy gyönyörű szép Airbus 320-assal landoltak. Egyébként Ferihegyen, csodálatos a gép, kívül, belül, úgyhogy megadják a módját. Hát ennyivel támogatja az állam őket, gondolom. Hogy kell megérkezni. Fizetés ugyan nincs, de addig senki nem repül sehova, mondjuk Ferveren. Igen. Mert az egy év van, de most kellett a csapatnak. Micsoda diadal lesz, a túlfizetett magyar amatőr csapat diadalmaskodik az alulfizetett amatőr csapaton. Ez Wolf küldte nekünk. A Feröer szigeteki GDP összeomlik, ha kijutnak az EB-re, egy csomó ember Szabin lesz. Az óvóbácsi elment norvég harmadosztályba egy profi csapathoz. Mit tud a norvég első osztály, írja egy hallgató, ugye? Tényleg ezt mondta egyébként a betelefonálónk András. Egyébként a Feröer oda-vissza megverik az Európa bajnok görögöket. Erről ugye mi is beszéltünk, hogy tényleg megverték a görögöket. Igen. Magyarországon is vagyunk sportolók, akik munka után megyünk edzeni, a sportért fizetést nem kapunk, kijutunk olimpiára, EB-re és VB-re, sőt érmeket hozunk, ezt is SMS-ben kaptuk. Ez nagyon szuper, de nem a magyar focistákra a jellemző. Tehát, hogy ebben neked igazad van, és csodálatos, amit csináltok, csak ugye nem a focistáink azok, akik... Aztán van, akiből durvább érzelmeket vált ki ez a dolog. Az összes főállású focista szégyelheti magát hallgatva ezt a beszélgetést. Ide egy hallgató a milliós fizetéssel, Feröer, respect, ők az igazi focisták és sportolók, köszi, hogy erről beszéltek. Most már jó ezt hallgatni, és nagyon tanulságos a beszélgetés. Nils Holgersson és Kákalaki akar kisebb sérülés miatt nem tartatott a csapata. Ezt Hege küldte nekünk. Sok éve Izlandtól kaptunk ki, köztük is volt szobafestő, villanyszerelő, kamionsofőr, Mésző Kálmán akkor azt mondta, egy bálnavadás csapattól kaptunk ki. A villanyszerelő csak annyit mond majd, zárjuk rövidre a meccset. Kaptuk SMS-ben. Na, hát meglátjuk, megnézzük őket holnap. Régen játszott a magyar válogatott ennyire szimpatikus csapattal, mint a Feröer-szigetek. Úgyhogy... hát nem drukkolunk a magyar válogatott ellen, de picit azért úgy pillantunk majd a pályára, hogy... hogy hajrá, Feröer! Nincs akkora baj, ha egy becsörök, mert azért tényleg egy asztalos gólt lő nekünk azért az... Persze, azért mi legyünk ott egyenesságon a Feröerek meg, vagy játszanak pótselejtezőt, és akkor is már egyiket a pályafutásuk legnagyobb sikerét érik el. Igen. Na jól van, játszunk, itt van a játékosunk, Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Hello, szia, szevasz! Hello, Robi, honnan hívtál minket, Robi? Debrecenből. Debrecenből, mit csinálsz?
Igen, ezt most végeztem az éjszakai műszakkal. És az micsoda? Gyógyszergyártás. Gyógyszergyártásra foglalkozol éjszakai műszakban. Jól van, na mondjuk neked, hogy egy amerikai film zenéjét kell kitalálnod, jó? Nem sorozat, ez egy nagy mozi siker volt, és ennek a zenéjét kellene kitalálni. Jó, nem mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, figyelj! Hangolják a tévét! A holnapi meccsre. Figyelj! Jön a dalrészte. Ó, hát ez nem volt sok. Mutassuk még egyszer? Hát még vagy kétszer biztos. Figyelj! Hát nem sok. Kemény. Mutatjuk, figyelj! Hosszabbat mutassunk, mutatunk egy hosszabbat. Jó? Figyelj, kivettük a bögrén. Nem már azért lehet tudni. Ezt már tudtam az előbb is, hogy ez az a zene, csak fogalmam nincs, hogy milyen filmhez köthető. Hát az pedig fontos lenne. Az nem elég, ha eléneklem. Ha nem. Hát akkor megmondjuk, ha nem megy. Nem ugrik be? Még egy másodperc. Én most már szeretném, ha elénekelni. Elénekelted kicsit? De hogy énekelted el? Elénekelted hangosan is. Nem. Nincs meg? Nincs meg. Állj, de kár. Na figyelj, megmutatjuk. Steven Tyler. Igen, ez az Armageddon. Az. Ilyen hírséget nem nézek. Ja, ne haragudj. Igen, egy Michael Bay által rendezett nagy sikerű katasztrófa akciófilm, amiben Steven Tylernek a lánya is játszott. Liv Tyler, így van, és Bruce Willis meghal. Az ott a legjobb pillanat. De megmenti a világot. Megmenti a világot, de meghal. Ez a szerződésében benne van egyébként. Igen. Na jó, van, Robikám, hát ez most nem sikerült, nem volt nehéz pedig szerintem. A hosszabb részletből ez már tudható volt. Nem, zenét tudtam volna, de a filmet nem. Igen, az Armageddon. Armageddonot. Köszi a játékot! Köszönöm szépen! Szia, jó kérdés! Hello, hello! 6 perc van pontosan, 8 óra, jövünk Ákos hírei után. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk, és folytatjuk közlekedési hírekkel. Szentendrei úton, a Rákóczi utcai részén, kifelé a Mátyás Király út kereszteződése körül baleset, torlódás, aki tud kerüljen, ez Csipi küldte nekünk. Aztán a Rákosi úton, a festőbolt után lepihent egy eltévedt kamion, akkora dugó lesz itt, hogy csak na, ezt Brown küldte nekünk. Egy jó ember sétálgat a leállósában az M5-ösön Kecskemét felé, a 70-es kilométer előtt, Porter üzeni nekünk, valamint a 86-os úton kitették a három lábú mikrobit, Mosó-Magyaróvár felé igyekvőket mérik Moson udvaron, Takimi küldte nekünk, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Aztán van egy kis torlódás a Szerencs utcánál befelé, mert hogy ott is lerobbant egy autó, és szűkül a forgalom. Budai alsó rakparton jól lehet kivételesen haladni, és igen, ezt többen kérdezitek, hogy mi van az M3-as bevezetőjén. A Szerencs utca előtt két autó ütközött, és emiatt van ott egy kis dugó, ez szélvédős Feri, és elküldte nekünk, és itt az utolsó, 62-esen Székesfehérvár előtt mindkét irányban rendőr, és KPM is ráadásul, úgyhogy mindenki vigyázzon. Na, hánykor van holnap a meccs? 20.45. 20.45-kor? Futnak ki a fiúk? Szaladnak ki a gyerek. 20.45, így van. Ki közvetíti, nem tudjuk? Mondom, a sportcsatornán adják, nem? Tehát ez az állami tévében. Állami tévében lesz. Igen. Ugye? Ezt most nem tudom, kérdezem csak. Meg nyilván az izé is, az FTV is. A Feröeri nemzeti. FTV! Igen, az FTV is. FTV is adja. Ha... Mi van a dohányzással, Feri? Minden a legnagyobb rendben van. Szóval dohányzol tovább? Szeretnék nagyon, de egyelőre tartom magam. 2,5 hete vagyok tiszta. Olyan dohányzó vagyok, aki nem gyújtott rá 2,5 hete.
Ezt hogy érted, hogy olyan dohányzó vagy? Sose leszel nem dohányzó. Aki 30 évig dohányzott, az nem fog, tehát hogy benned van mindig a dolog. Egyelőre jól kezelem, megint nem vertem meg senkit, tegnap pedig lett volna rá okom, úgy érzem. A családom még elvisel, bár a béka már jelezte, hogy szerint egy hétre valahova elköltözhetnék. Egy picit, tehát szerintem idegesebb vagyok. Elhajlási engedély, ez a film címe, láttad? Egy hét kimerőt kapnak a fiú. Majd mesélek róla. A legnagyobb ötlet a világon. Akkor fogadja meg? Egy hétig azt csinálsz, amit akarsz, elhajlási engedély. De nagy, akkor, akkor ezt elfogadom. De ők nem feltétlenül dohányozni akarnak. Nem feltétlenül dohányozni akarnak. Én sem akarok dohányozni, ő mondja, hogy ugye én idegesebb vagyok, tehát jobb lenne, ha egy picit. De nem vagy ideges. Az a bajom ezzel az egésszel, és azért... Azért van valami olyan turpisság, vagy valami a dologban, mert egyszerűen nem vagy ingerült, nyugis vagy, tegnap úgy mentél el, hogy fütyűrésztél. Tehát valaki, aki leszokik a dohányzásról, és tényleg annyira függő volt, mint te, az nem így viselkedik, nem fütyűrészik vidáman, ingerültebb. Emlékezz vissza, amikor utaztál Dél-Afrikába, tényleg is a Viki elmondta, hogy 10 órás repülőút után úgy szálltál le a repülőről, hogy mindenkit valaki meg akartál ölni. Hát te most nem gyújthatsz rá, és egy tiltott területen, de nem érdekel, öljenek, meglőjenek le a dél-afrikai. Én azt mondtam, hogy nem jövök vissza, és nem tudok tovább menni, szarok el, bocsánat, én cigizni akarok. Igen. Erre most 2,5 hete fütyűrészel, vidám vagy, kiegyensúlyozott vagy, jó kedved van, tehát legalább szenved meg. Legalább mondd azt, hogy Bali, megőrülök, rá akarok gyújtani. De vagy, nem! De nem! Valami nem stimmel. Nem. Nincs valami nem stimmel. Szerintem semmi turpisság nincsen benne. Szerintem hazudik. Tehát folyamatosan dohányzik. Turpisság? Kimész este stikába? Éjszaka? A lépcsőházban? Nem. A paplan alatt? Semmi? Nem. Sehol, semmi. Nem gyújtasz rá? Hát pont ez a nagyszerűsége a dolognak. És pont itt van a megoldás kulcsa, amit mondtál. Hogy amikor 10 órás repülő úton vagy, akkor azért vagy ideges, mert mások nem engednek dohányozni. A körülmények miatt nem gyújthatsz rá, és megőrülsz attól a helyzettől, amit te magad csinálsz azzal, hogy cigizel. Ahogy ledobod a cigit, a könnyebbséget kapod magát. Hát nekem kimosták az anyát. Nekem most már nincs. Biztos, hát nekem most már nincs az a fenyegetettség, hogy nem tudok rágyújtani, hiszen nem dohányzom. Nekem annyira magolos szövegnek tűnik. No, ez valami ellenker, hallott? Ez az első bevezetés az ellenkerből. Tehát ez valami nagyon nem, ez a feriker. Hát, de miért nem, miért nem vagy ingerült? Hát ez egy addikció, a nem mozdulat, az. Nem tudok mit mondani. De te is azt mondod, hogy aki egyszer dohányzott, vagy aki ennyi az dohányos marad. Igen. Az dohányos is marad. Eszembe jut a mai napig is, mondom ezt, mintha 30 éve tettem volna le a cigit, tehát 2,5 hete nem dohányzom, mondom még egyszer. Igen, is eszembe jut, hogy most például fölmentem meginni a kávémat, amit a fönt a csajok lefőznek nekem, és eddig mindig úgy ment, hogy kiálltunk, elszívtunk egy cigit mellé. És ugyanúgy kimegyek most is velük, de én nem gyújtok rá például. És tök könnyen megvagy, mert azt mondod, hogy elengedtem, kész. De miért nem vagy feszült? De mire legyek feszült? Miért nem vagy ideges? Miért nem már feszült, basszus? De magától az elvonástól, hát legalább tényleg nincs, egy kicsit szenvedjük. Szerintem nincs elvonás. Nincs elvonás? Szerintem nincs. Az elvonás mi magunk vagyunk, akik generáljuk azt, hogy mi az, hogy én nem... Tehát ha azt mondod, hogy nem akarok rágyűjteni többet, akkor nincs... Ez tuti elment valami tanfolyamra. Ez ilyen ízés. Ez nem lemlékezik. Ez egy hídgyűlis duma, amit nyom. Tehát ez nem a feri. Majd ez ilyen átévében. Te tudti, hogy neked vagy kimosták az anyát, vagy voltál egy tanfolyamon. Nem, Feri. De. Nem dohányzol, a volt műsoroddal dübörög a TV2, neked örjöngened kellett. Hát minek? Hallod? Nem, hát pont, hogy nem kell örjöngeni. Azt tettem le, ami miatt örjöngenem kellene. Nincs. Az nincs, ami miatt... Semmi turpiság nincs a dologban. Esküszöm, hogy semmit nem használok. Na, tapasz. Nincs. Semmi. Levetkőzzek mesztelenre. Vetkőzzek. Nincs se tapasz, se rágó, se nikotin, se izé elektromos cigi, semmi. Jó. Semmi nincs. Jó, nézzük meg. Na, dobd le a cuccat, nézzük meg. Hát nem mi? Úgy, nem. Dobd le a cuccat. Nézzük meg, hogy van-e tapasz. Vetkőz, csíkó. Tessék, mit akarsz? Hogy van-e tapaszt? Gatyáig. Combelső. Kiveszi az is? Nincs rajta tapaszt. Fésült szét a szőr. Nincs rajta. Rani! Nincs, hát mitől lenne? Nincs rajta. Semmi. Laci, deliktől lefelé szokták ragasztani? Combelső, ánusz, ligma alá. Laci a megmondhatója. Egyszer nem mentem ki vele cigizni. Teszt színű tapaszt. Húzz szét a farpofád. Most! Nem, végig. Én már alatt.
Tapogass meg! Ülj vissza! Ott van a karpofája alatt, erre. Nincs, tényleg nincs, higgyétek el. Nem kell. Menj föl, gyertyába. Nem kell. Menj egy spárgába. Basszus, tényleg nem volt rajta. Nem kell. Azt írja valaki, Bali. Hallod ezt a fémes csattogást? Ez egy hajvágóló. Nem, gyerekek, én ebbe beletörődtem, tehát ez semmi baj nincs. Én férfi leszek, tényleg. Tehát december 18-ához én letolatom. Tehát ez nekem már ez kéztényként kezelem. Én is, a gyerek is, a család. Lövi magát nikotinnal. Legalább egy kicsit megszenvednéd. Ne beszéljünk rólad, nem hiszem el. Továbbra sem hiszem el. Nem. Mutasd a vénáidat. Te lövöd magad nikotinnal. Nincs semmi. Basszus, tiszták a véna is. Mondjuk a szomba szúrtam régen. Ja, igen, már lábújak közé tolom. Megvan a megoldás. Írja egy hallgató, és igaza van. Pár lesz írja. Kúpja van. Jani? Tényleg. Kérjössz, jó, kapcsolj be a telefont. Lazulj el, és finoman nyomj. menj föl gyertyába, légy szíves. Utána amennyire tudod, nyiss egy spárgát, és utána kezdj el nagyon kiabálni. Valami nem stimmel. Valami nem. Nálam van elem lámpafunkció. Én belevilágítok a blendébe. Meg akarom találni. Ha csak ezen múlik. Ha kúpja van, nézzük meg, hogy tényleg van-e kúpja. Valami kell, ha csak van, menj gyertya a szerkesztőségben. Elmentél egy hídgyűlire vasárnapot? Ne. Látlak majd az első sorba, bekapcsolom? Nem Friderika az első mellett sorba. Énekelni? Hát én leszek az, aki adja ott az igét. Ott gitározol, menhetenes csoki mellett, hogy nem igen, tudom. Láthatlak feltett kézzel, tényleg, hogy megköszönt, hogy sikerült leszoktad a dohányásra? Együtt légitároztál a cerkába? valami nem stimmel, mert az tök jó, hogy leszoksz meg. Az rendben van, hogy ez a dolog, ez működik, mert ez tényleg csak így lehet lenni. Mert nehogy megfáz, vesz föl, most már az inged. Fejben eldöntötted, ez valójában szuper, de hát legalább egy kicsit érezném, hogy te küzdesz ezzel a dologgal. Ne lenne ez ennyire könnyű harc. Hát, esküszöm, hogy mi idegesen meg vagyunk. Egyébként tényleg. Minden nap ránézek a naptára. És jön a december. Felrakok egy ilyen úszósapkát minden nap a tükör előtt. Azzal illegetem magam a tükör előtt. És kimentél már gyerek elé? Még nem mutattam meg. Nézd, apád így fog hazajönni december 18-án. Nem, valami nem. Rá kell jönnünk. Valami nem stimmel. Ha vizsgálatot követelek, azt mondtátok, hogy van olyan, ami kimutatja, hogy van egy nikotin. Blöfföltünk. Nem, nincs. Még tényleg van. Csak állt a külföldön. Aha. Nem tudunk ilyet szerezni. Uh-huh. Úgyhogy így állok. Nem tudom, hogy mi a titok. Ennyi, hogy el kell határozni szerintem. Nem lehet ilyen egyszerű. Mert akkor mindenki leszokna. De nem is próbálkoztatok. Az egy kicsit zavart az elmúlt 2,5 évben. Néha így azt vártam, hogy így a monitor mögül előszik egy kis cigi, és elkezdesz vele így lábozni. Egybehozok egy elektromos cigit, fújom a füstöt, kicsit itt úgy csinálok, mint a dohányozni. Hát, nem. De ha már Mika felvetett az elhajlás engedély, az arról szól maga a film, hogy a pasik, azok sokat stírolik a csajukat. Mindenkinek felesége van. Csak mert mondtad, hogy a béka felvetett, hogy egy hétig menjél el. Költözzek el. Nem egy rossz elgondolás. Az alapfelvetése az a filmnek, hogy egy hétig legálisan azt csinálsz, amit akarsz. A feleségek azt mondják, hogy rendben van, a pasik mindig bámulják a csajokat, megnézik a fiatal lányok fenekét. Egy hétig kiadják a feleségek, hogy a férfiak legálisan bármit csinálhatnak. De nincs később számon kérés. Nincs számon kérés, senki nem kérdez arról az egy hétről. Azt csinálnak a pasik, amit akarnak. Az első film, ami kezd érdekelni. Amikről beszéltél az elmúlt évben. A nagy zabálás. De azt láttam. Rettenetesen bárgyú film egyébként, de van benne egy-két jó poém. És nagyon tipikusan mutatja meg, hogy milyenek lennének a parik valójában ez alatt az egy hét alatt, és milyenek lennének a nők, amikor megkapnák az elhajlási engedélyt, mert hogy közben a nők is azt csinálnak, amit akarnak. És a film bemutatta, vagy azt mutatja, hogy a pasik lemennek gyerekbe, baromi infantilisen viselkednek egy hétig, nemhogy nem tudnak becsajozni, szerencsétlenkednek, játékautomatákkal játszanak, motorszimulátoron vannak, 11-ig biliárdoznak, gyors étteremben állnak, szétzabálják magukat, és újra 6 évesek lesznek. Míg a csajok közben egyébként teljesen váratlan módon belekeverednek olyan szituációkba, hogy elkezdenek randizni komoly pasikkal. Tehát a férjüknél érettebb pasikkal. És tökéletesen jól mutatja be, hogy valószínűleg, erről mi is beszéltünk a barátainkkal, hogy ha mi kapnánk egy elhajlási engedélyt egy hét alatt, azt mondja, hogy széttökölnénk magunkat. Már nem mered elhinni, hogy szabad a... 10 órakor ott ülsz, már nem menjünk sehova, kicsit túl. Kicsit beszélgessünk, itt van. Figyelj, itt van ez a az első szimulátor. 3 este arra megy el a srácoknak, hogy majd holnap olyan csajok lesznek, és egy olyan buliba megyünk, és akkor még az elején vagyunk, még van egy csomó idő. Még van egy csomó idő. Ráérünk. Igen, ne rohanjunk.
tökéletesen végigbénázzák az egyhetet, mondom a csajoknál, meg mindenki leszerelmesedik, de hát aztán nyilván minden jó, nyilván minden jó, a vége jó. Nem ez lenne nagyjából? Hogy ez lenne a korrekt. Évente egyszer. Korrekt, de élnél vele valójában? Tehát megcsinálnád valóban, vagy egy hét elhajlási engedés, ami belefér? Hát ezért mert előre készül. Nem követnéd el azt a hibát, amit elkövettek a film szereplői, hogy ők ezt hirtelen kapták. Na, meg, nem hiszed el ráadásul szerintem, hogy tényleg következmények nélküli az egy hét, amit kapsz. Elhiszed? Most azt mondja Mónika, na, Jani, mennyi? Figyelj, tehát hogyha ez egy hétfőtől vasárnapig terjedő időszak lenne, én szerintem engem szerdán már infúzióra történne. Szerintem tudod, mi lenne? Én pont nem így gondolom. Tudod, mi lenne? Hirtelen kapnál egy hetet, rátörne egy hét szabadidő, elmennél mászni, valahol elmajszolnál egy állomáson egy tofu szendvicset, és várjál, ez azért most is összejönni. Nem tudom azt elképzelni, hogy elmennél a Kempinskibe, kivennél egy szobát, és nem mondjuk ezt én sem. Na, most, akkor elmennél az érdi, mit tudom én, Miki panzióba, kivennél egy félszuterén, és berendelnél magadnak, nem tudom, x gogó táncost, és átmulatnád az egész hetet. Szerintem nem. De miért? Szerintem nem ez nem, lenne. Mert inkább a gogó táncos nőkre repülnék. De ha nem megengedik, akkor miért ne? A film is ezt mutatja, hogy megengedik, és amíg tiltott, addig nagyon válsz rá, de hogy hirtelen megengedik, tök jó a dolog egyébként, várjuk, de jó. Abban pillanatban elindul egy ilyen hülye töketlenkedés. Persze nyilván van, aki megtenni, meg van, aki élne a helyzettel, de ez a három pasi, ez tök lúzer. Egy ketten vannak, és azt hiszem még valaki csodálkozik. Uh-huh. Totálisan szerencsétlenek. Nem tudom, szerintem megcsinálnám. Az egyik azt hiszem... Mármint kire gondolsz? Hát, most értem, csak az nincs eleje a mondatnak. Érted. Hazamentek, és van egy hét. Hogy indul az egy hét? És mit csinálsz? Van egy heted, játszunk el a gondolattal. Ugye mindenki ábrándozott már erről, hogy milyen lenne, ha egy hétig, két hétig szabad lennék. Nem akarja otthagyni a feleség, nem akarja otthagyni a férjét, nem akarja megcsalni, nem akarja megbántani, de ha egyszer a kedvese fölébredne ezzel, hogy kicsim, egy hétig szabad vagy, nem kérdezek rá, nincs múltja az egy hétnek. Hazajössz vasárnap, ami megtörtént, Hogy indít? Hát ki hogy indítja, tessék? Én először megkeresném azt a szórólapot, amit a múltkor hozott be a Feri, és aztán én elteszem. Igen, arról a masszázszalonról, ahol nem történik semmi. Azt hittem, semmi nem olyan, amit te nem akarsz. Azt hittem, egy féláras olajszerviz a szakszervizben. Ja, nem. Egy olajcsere. 50%-os olajcsere most a szakszervizben. Őszi kedvezmény. De hol mész, tessék? Otthon nem lehet. Hát kezdjünk egy ilyen pornomac masszázzal, amit a Jani mondott. Elmegyünk, masszázs van, és a végén ugye jó lesz a történet. Ezután... Hát akkor mehetünk együtt. És... Már nem úgy, de hát, csak létre, legyen egy függő. Legalább. És ne szuszol. Léci, Feri, picit halkabban, már basszus, ennyit a romantikát. Tehát fölhívnátok egymást? Fölhívnátok egymást, hogy oké? Hát persze. Hát azt szerintem, hogyha mind a hárman megkapjuk az engedélyt. Mind a hárman megkapjuk. Igen. Hát akkor azért az... Feri, szia, Jani vagy, hallod? Meg tudod adni azoknak a csajoknak a telefonszám, tudod annak a kettőnek, hogy mindenki településünkön ott volt. Aha, jó. Okay. Jó. Küldheted nyugodtan. Nem, most ne a másik e-mail címemre, most jöhet a simára. Tudod, de elhallás engedélyt kap. Na, okay, várom. Köszönöm, szia. Na, a film is így durva, annyira belevágnak, és akkora buli lesz, és egy hétig nagyon durva. Hát mi másra használnád ezt az egy hetet, mint szexre? Hozzám átjöhetnétek FIFA 08-azni azonnal. Ki a francot érdekel? Az első este én vállalom, hogy nálam egy brutál FIFA 08. Uh-huh. Jó? Akkor csak mondom, hogy egy játékos üzemmódba tolnád végig egy héten keresztül. Hogy nem jönnétek át hozzám egy FIFA 08-ra azonnal. Hát miért nem játszanánk egyet? Egész éjszaka PlayStation összetnénk. Miért nem jönnétek nem át? Nem akarok PlayStation-ezni. Van még időnk, egy hét van még. Hát nem kell, melegítsünk rá erre az egy hétre. Pont így fog elmenni. Nem, én akkor éppen Pipa 69-ezni. Gyertek át, tehát Balinál indulna a buli. A barátaidat hívjad, mi nem megyünk. De nekik most hármunknak van elhalási engedély. De nincsen most a barátoknak. Átjöttök hozzám, Bali az érópont. Tehát tőlem indul nem, a buli. Először, jó? De ne figyeljetek, tehát hogyha igazi profik vagyunk, először úgy kezdjük, hogy az összes olyan ismerősünket és barátunkat felhívjuk, aki nem kapott elhalási engedélyt, és elújságoljuk nekik, hogy... Megkaptam. Nem, amit csinálok egész héten. Megkaptam az elhajlási engedélyt. Van ilyen valójában, aki ezt egyébként így kijelenti, csaj létére? Szerintem van. Igen, hogy azt mondja, hogy kicsim,
látom rajtad, rendben van, egy hetem van, azt csinálsz, amit mondjuk akarsz. Házasságból, figyelj, vagy tartós kapcsolatból, hát elengedni? A filmben arról szól, hogy házasságban vannak, és... Házasság előtt, ha valaki azt mondja, figyelj, együtt jártatok mondjuk 3 évig, kitűztétek az esküvő napját, és azt mondja, hogy csaj, na figyelj, innentől kezdve, ugye nyilván mi együtt élünk, gyerekek, közös élet, most menj el egy hétre még, most menj el egy hétre, és pörög ki magad. Ezt még el tudom képzelni, ez sem nagyon, de ezt még el... Na most Béka, hogy engedett el egy hétre? Jó lenne, ha elmennél, de nem volt benne, hogy elhajlás engedély. Sajnos csak, nem. Csak azt mondta, hogy költözzek hozzá, csak, el egy picit. Menj el egy hétre, ugye hát innen indult a téma, hogy menj el egy hétre. Tehát költözzel egy hétre. Az idegessége miatt, amit ő úgy vesz, hogy én ideges vagyok. Akkor azt mondta, hogy nincs ilyen nő. Szerintem nincs. Szerintem nincs ilyen nő. A házasság alatt biztos nem, házasság előtt esetleg. Hát a legény búcsú maga is erről szól, ott azért történnek dolgok, és szemet hunynak fölötte a nők. Úgyhogy nem is tudnak róla. Hát úgy, nem, úgy könnyű szemet húnya, nem tudsz róla. Tehát de kicsit csináltál, nem mondom el. Na jó, akkor szemet húnyom. Azért mindenki tudja, hogy egy ilyen legény búcsúna haverok általában ezért egy táncos nőt berendelnek, aki egyébre is kapható. A rossz nyelvek szerint, én nem tudom, nekem még nem volt legény búcsúm, nektek volt. Én nem tudom, hogy mit csináltam a legény búcsúmon. Na, hát ez akkor a jó nagy durva baj. Lehet. Szerintem FIFA 08. Ez a baj. Ez a baj. Szerintem brutális Barcelona győzelem volt a Real Madrid kiválet, mert Messi olyan jó a PlayStation-on, mint az állat, és nagyon, nagyon nagyot mentem, és mindenkit megvert a Barca. Nekem is Manchester United-dal végigvertem a világon. Figyelj, szerintem csak a szátok nagy. Szerintem nem. Csak a szátok nagy. Jöjj, kedden már hívnátok, jó, Bali? Oké, okay. Nem jött össze a lingam. Nagyon rosszul éreztük magunkat. Gyere, játszunk akkor egyet. Gyere át. Igen, nem jött össze a lingam hozzá, annyira suta. Ne, szerintem van de ilyen. De közben a csajok is azt csinálnak, amit akarnak? Tehát közben a lányok, ez Béka, Móni, tehát mindenki egyet igazság. Ez így korrekt. Hát hiszen a gyerekek náluk maradnak, mikor csinálna bármit. Igen, a film ugye azt mutatja, hogy ha nem hivatalos, vagy hivatásos az, aki kijön hozzád, akkor azért, ha lemész egy szórakozó helyre, ott baromi nehéz becsajozni, amíg lemennek a feleségek egy szórakozó helyre, és rájuk repülnek a jobbnál jobb pasik, golfedzők, baseball edzők, és kedden már mindegyik egy kicsit szerelmes. Hát, egyébként a két hülye meg áll egy szórakozó. Szórakozó helyen rettenetesen nyomorultak, ilyen rossz dumákat nyomnak 50 évesen, és 20 évesek között áldogálnak, és baromi bénán érzik magukat, figyelj, hogy le kellett menni egy diszkóba. Hát mi tudod, hát, őszintén nekem az első 16 évenben nem sikerült, akkor hogy sikerülne egy hét alatt. Na, ez, tehát ezért megnéznélek benneteket, mondjuk ha nem lennétek ismertek, ezzel a fazonnal, ezzel a kinézettel így ketten. Mi van? A magas és a kicsi állna egy ilyen Virgin Mojitóval. Állnátok egy ilyen Virgin Mojitóval valahol, nem tudom, a mit tudom én, a trafikba, így a bárpultnál, és néznétek a 20 évesek, és azt mondjátok, hú, de rohadtul megöregettünk, és épp 20 éves csajok táncolnak körülöttetek. Nem, mi azt mondanánk, hogy figyelj, hozzánk keresztül vezet, vagy rajtunk keresztül vezet az út a Balázshoz. De nem mondjuk, hogy nem vagyok ismertek, tehát ismerten azért nyilván könyv. Hát én megbeszélnék egy időpontot Ferivel, és nyilván én már fél órával korábban lemennék, hogy feltekerjem a bárszéket. Te ülnél ott a kis bárszéken, a Feri állna melletted egy brutál Virgin Mojitóval, és egyszerűen... és figyelj, hát most levész egy diszkóba, kicsit sokszor bár, tehát hülyén érzed magad. Tehát tényleg 20 évesek vannak, mi nagyon ritkán megyünk a barátaim, de már mindig megállapítjuk, hogy... Hát te igen. Szóval, lehet, hogy jó, de hogy már nem biztos. Tehát, hogy jó, mit csináljunk, jó, menjünk haza. Van nálad, jó, 0-8, na nyomjuk, oké. Hát ezért mennék az Old Boys klubba. Minden pénteken a pecsába. Rock and roll. Így van. Rock and roll klub, és ne fáj a körúton. Csavartál a szőnyeget Jeringére. Figyeld. Jó is ez. Hagyd le, ne, szerintem működne. Szerintem működne. Működne? Működne. Mit mondtál Béka felvetésére, hogy menj el egy hétre? Most. Hát nem volt benne a szabadság maga. Tehát ő csak azt mondta, hogy ne legyek otthon az elején a leszokásnál, hogy ideges vagyok, és kiabálok, és szerint egy olyan vagyok, mint egy hisztis kicslány. Pár dolog miatt ő csak, de ezt nem mondta, hogy mennyi lesz, hogy egy hétre is azt csinálsz, amit akarsz, mert akkor már nem laknék otthon. Tudod? Ebben így nem volt benne. Akkor már érjél lehetőséggel. Na, innen, jó. Jó van, hát igen, visszatérve a dohányzásra, jó, valamit kitalálunk. Állítólag 3 hét után lesz egy nagy ilyen beszakadás, azt mondják a profi leszokók, akik már többször is leszoktak, hogy a 3. hét végén van egy, az most hétvégén következik el, tehát itt lehet, hogy dohányozva jövök. Arra rájön az esős idő. Nyomoron, semmi más nem tudsz csinálni, úgyhogy lehet, hogy hétfőn dohányozva jövök, és akkor megúsztad az egészet, meg a 3. hónap is érdekes, az pedig pont a decemberünk.
Akkor van még egy kritikus pont. Igen, csak nem látom rajtad, hogy meg akarnád törni a lendületet. Nem látom a trükköket, nem látom a kis serek le, és tegyek a szádba egy cigit. Igen, fotóz le, és küld be a borzsba. Húzza ki a folyosóra magad, tegyek a szádba, gyújtsa meg, és fotózza rakát. És a száját két oldalt a cigik körül tűzőgéppel is megigazítanák, hogy még véletlenül se essen ki. Hát én nagyon sok ötletem nincs, hát ha nem akarsz, nem akarsz, nyomorult lenne. Hát nem, ide kirakni egy cigi dobozt. Hát ettől nem fogsz elgyengülni. Na jó, van 8:30 pontosan, hármas ugrással jövünk, jó? A beugrót halljátok nem sokára. Úgyhogy figyelje mindenki, aki játszana velünk, és ha van friss közlekedése, küldjetek azt is, közlekedésírt. Küldjetek, mi pedig jövünk, Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. Egy perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És mondjuk, hogy mi a helyzet az utakon. M1-es Győr felé az 53-as kilométernél a belső sávban két autó karambolozott, emiatt torlódás van. Kúkútól kaptuk, köszönjük. Koccanás a gyorsforgalmi út reptér felüli végén befelé. Még lehet haladni, de ott is dugó lesz nem sokára. Ezt Tamás küldte nekünk. Autóból érnek a 15. kerület Bánkút utcában, Szent Mihályi felől, Szerencs utca előtt. Vigyázzon mindenki, üzeni Böbe. Aztán a 8-as főút Veszprémnél, Csatárinál, KPM NAV Control, Zotya üzente nekünk. Erzsébet híd Buda felé nagy a torlódás, két autó ütközött, most cserélnek betét lapot. Ott is dugó lesz nem sokára. Valamint a Szentendrei úton, a Rákóczi utcai részén, a Mátyás Király úti kereszteződésnél van egy baleset, és emiatt nehéz átjutni. Arrafelé kerüljön, aki tud, ezt Csipi küldte nekünk. Köszönjük szépen, valamint a Rákosi úton a festébolt után lepihent egy kamion, és ott is nagy a dugó, viszont vannak kerülőutak, úgyhogy próbáljon mindenki arra menni. Köszönjük szépen. Sokan szerettétek ezt a tankcsapdát. Jó is volt, kell a rockzene reggere. Abszolút. Az igazi ébresztő, ezt mindig mondjuk. Arra fölébred az ember. Mindenki vár valamit, és nagyon sokan a tankcsapdát várják. Azt hiszem, hogy van-e még valami. Pesti alsó rakparton a szokásosnál is lassabb a haladás, kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Na, láttátok ezt a új bringa utat? Láttátok? Ja. Nagyon jó. Ugye bringa utakat festenek Budapesten, ja. És hát van, amikor ez jól sikerül, van, amikor egy kicsit rosszabbul sikerül. Valamit pedig egyáltalán nem értek, nem tudom, hogy mikor jártatok a Petőfi Hídon, elég régóta ott van egyébként, és ugye hát ott nagy kerékpáros barát beruházásokat terveznek, és felviszik a bringa utat a hídra, ami nem tudom, hogy jó megoldás-e, sokan jelezték, hogy nem feltétlenül, mert hogy maga a híd burkolat is, ahol ugye a gyalogosok mennek, brutálisan hepehupás, rossz állapotban van töredezett. Viszont megpróbálták felvezetni ugye a bringa utat úgy a hídra, vagy hát legalábbis a sétáló részére a hídnak, hogy az útról menjen felfelé. És beleszaladt ez a felfestés egy szalagkorlátban. Hát gyerekek, így van. Eddig is ne tovább! Leszállsz a rohadt biciklidre, hogy ne tolod. Vagy ugratsz, tudod? Az a másik, hogy átugratod. Igen, a bringa út odáig megvolt, ugye a Petőfi hídig már szépen lassan ott építették, és egyszer csak valaki megvilágosodott, hogy mi lenne, a Budára is át lehetne tekerni. És az ötlet tök jó, ne kelljen menni a magán a úttesten, menjünk föl a bringával a gyalogjárdára, mert elég nagy a Petőfi hídon a járdarész, el tudsz férni. De hogy ez így senkinek nem jut eszébe, vagy erre senki nem volt? Érted? Aláfesti a bringa utat a korlát. Képzeld, szegény festő, amikor ő ugye kiment a kis géppel, autóval, és elkezdett festeni, és félúton elengedett azért egy telefont a főnöknek, hogy Józsibá, ez biztos, hogy ezt így... Megkérdezzük, Lacika. Fesd le. Jó, ki van adva? Én a kareszen nézegetik a rajzot, és azt látjuk, hogy itt nem volt rajta, de most itt van rajta. Mi van rajta? Nincs, de itt van, de nincs rajta. A korlát. Milyen ez szalagkorlát? De rajta van. Most ott jön a bringás, neki megy a szalagkorlátnak, nyilván észrevesz, hogy leszáll, átemeli, és megy tovább, vagy arra gondol, hogy jó, ez még nincs kész, ezt még nem veszük igénybe, majd ott kivágják a szalagkorlátot, vagy építenek oda valamit. Tehát ahogy kinéz, az egyébként szenzációs, nyilván szomorú is. Mutatós egyébként. Ráadásul a jó szándékú tervezők azt is kitalálták, hogy a másik oldalon, ugye ahogy a Boráros térre lehajtasz, ez egy kétsávos út, ami fordul le jobbra, ha jössz át Budáról Pestre. És a bringa út azon keresztül megy. Azt tehát te jössz a bringa úton, és a két sáv az ugye lefordul jobbra, hát ember legyen a talpán, akit ott nem fognak elütni. Igen, ott valahogy ugye figyelni kell arra, hogy ha te a belső sávban jössz, de ugyanúgy kanyarodhatsz le a Boráros felé,
ott a bringás az úgy keresztül fog menni, keresztül és csak szólok, hogy neki van elsőbsége. Tehát ha én keresztezem autóval a bringás utat, ami nem egy szerencsés élethelyzet, azért mondjuk meg őszintén, ez nem sok országban fordul elő, illetve nagyon ritkán van olyan élethelyzet. De akkor hibás leszek, ha jövök a főútvonalról, és lefordulok egyébként. És elcsapod a bringást? Igen, hát mert ő egyenesen megy. Mert ő egyenesen megy, de hát nekem meg főútvonal. Értem, csak keresztül megy egy bringás út. Igen. És onnan az elég nagy lendülettel szoktak lejönni. Hát ott jössz le, ugye, ja. És mész át Pestre. Hát fordulsz le a Borános téren. Jó, de rutinus bringások az égedve, ezzel már felkészültek, tehát hogy azért pislogni fog elég erőteljesen balra. Hogy jön-e valaki valami persze, szerintem ő nem bízik, a majd neki van elsőség. Hát most, ami még viccesebb, azt csinálják a belváros egyirányú utcáiban, hogy ha te kocsival mész egy irányba ugye arra lehet csak menni, szembe be lehet jönni bringával. Szembe be lehet jönni bringával, így van. Erre is van egy bringa út, amerre a kocsik mennek, azzal szembe is. Ideig semmi baj nincs, azonban ennek van egy kereszt utcája, és te megszoktad, hogy csak balról lehet jönni, mert arról egy irányú. Uh-huh. Ezért konkrétan van egy ilyen. Te benézel balra, nem jön a se a biciklis, se az autós, nyomsz egy kövéret, és közben jobbról érkező bringást, aki szabályosan közlekedik a bringa úton, úgy csaptad el, hogy öröm nézni. Tehát most már, ha ugye neked ki van adva a lehetőség, hogy te csak egyenesen vagy jobbra mehetsz, mert balról egy irányú, akkor most már be kell nézned jobbra is, mert onnan jöhet a bringás. Tehát én a bringásokkal vagyok. Halál komolyan, de marhára oda kell figyelni ezek miatt. Álltok, tegnap óta készen van. Igen, tehát kivágták a szalagkorlátot. Így van, még látták egyébként a mobilflexel eltekerni azt a srácot. Kivágták belőle. Igen, valószínűleg egy hajtibajt is volt, aki azt mondta, hogy na jó, eddig nem. azért megvan a kép, hogy tényleg nem is nem egy flexel, vagy nem valami aksis ilyen ízével elektromos szerszámmal, hanem kérdez, oda ment valaki egy ilyen kis kézifűrés, és akkor egy reggel ketté vágta volna. Igen, rendben van, igen, hogy kivágták, nem tudjuk, hogy ez tudatos volt-e, hogy egy felháborodott bringás, vagy valaki, aki szívén viseli a biciklisek sorsát, tényleg kivágta. Minden esetre ez a kis rész állítólagosan hiányzik. Nyilvánvaló volt, hogy ezt előbb-utóbb megcsinálják, minden esetre ez hetek óta így van, azért ez érdekesen nézett ki. Minden esetre, nem? Hogy jössz a bringás úton, és egy brutális szalakorlátnak vagy egyébként neki vezetve. De azért ezt a Boráros téri lehajtott kíváncsiuk, hogy oldják meg. Azt egyébként el kéne gondolkozni, igen, hogy most felüljáró, aluljáró, nem tudom. Hogy viszed rá a bringásokat, igen, jó. Sűrű járok én, és most azt hiszem, csak egy sáv kanyarodik valahogy le, nem kettő, de akkor is ott még a bringások át tudnak menni. Nem egy szerencsés élethelyzet. Hát ha emlékeztek arra, pont egy hónapja, vagy kettő hónapja beszéltük a vakvezető sávot, aminek ment a falnak. Bizony. Igen. Hát, szóval, hogy ez, és ezek nem átlehet, hogy az volt a kiinduló pont. Vagy, ezt akkor se tudtuk, hogy igen, onnan indulsz, és mész át, vagy ott végződött a dolog, ugye nem mindegy. Mi a menetirány? Senki nem gondolkozik el ezen, vagy például ezen a bringa úton, hogy gyerekek, ott nem tudsz átmenni, mert ott van az a rohadt korlát. Hogy nincs egy ember, aki megrajzolja, szerintem, aki kiengedélyezi, aki kivitelezi. Szerintem általában ez megvan. Általában ez megvan, csak az van, hogy ugye több kivitelőzés dolgozik ott abban a pillanatban, az egyiknek az a dolga, hogy elkészítse a bringautat, kerékpárutat, felfesse, stb. Másiknak meg mondjuk ezt a szalakorlátot kell letenni. Valamelyik előbb végez. Uh-huh. És lehet, hogy nem az van megbeszélve, vagy nem az volt az eredeti elv, hogy mondjuk a szalakorlátos fog előbb végezni, azt gondolták, hogy a bringautat készítő vállalkozó fejezi be előbb a munkáját. Aha. Aztán nem így lett. Tehát gyorsabbak voltak, igen, a festők, mint a flexesek. Igen. Felfestették, és a flexesek megcsúsztak, mert valahol még a lánymelyesídon kell állni egy kicsit, flexen, és nem értek át. Máskor is van ilyen, csak mondjuk az mondjuk problémás, hogyha mondjuk az aszfaltozók előbb végeznek, mint mondjuk azok, akiknek a vízvezetéket kell alárakni. Igen, vagy a régészek. Sokkal rosszabb, ha bontani kell. Na, állítólag tegnap óta ez a dolog, ez működik, megadott. Tekerj arra, Feri, te úgyis sokat tekesz, ja. Miért föl? Megnézem. Hogy működik a dolog. Mutatjuk a beugrót a hármasugrásra. Jó, 5 darab dal részletet hallotok, majd legalább 2 el kell küldeni SMS-ben, hogy 9:30 adásba tudjatok kerülni, jó? Tehát a kérdés az, hogy mit hallunk most. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na, mutatjuk is. Ezek egyre hosszabb részek. Kicsit, mint a könnyítettünk volna. Igen, a tegnapihoz képest. Hát a tegnapit is föl lehetett ismerni. Nem, a tegnap előtti volt olyan, amiben nem ismertél föl jófa, mert semmit. Ebbe volt egy-két. Igen. És ezek igazi slágerek voltak. Igen, mutatjuk még egyszer. Ó, nagyon rendesek vagyunk. Nagyon. Tényleg nagyon rendesek vagyunk. Hát ez... 5-ből 6. Ez nagyon könnyű. Igen. Na, úgyhogy küldjetek el SMS-ben. Jó, ez a kérdés, hogy mit hallottunk, legalább 2.
előadó, dalcím, bármi jó nekünk. Mi pedig jövünk a hírek után, és tegnap már beszélgettünk ugye arról, hogy a Mentő Expedíció című film itt forgott Magyarországon. Rengeteg budapesti helyszínt láthattunk, a Csepeli hévet, a Lágymányosi hidat, a Bálnát, mert hogy Ridley Scott ugye Matt Damonnal itt forgatta a Mentő Expedíció című filmet, és felhívunk majd egy magyar színésznőt, Fátyol Kamillát, aki mesél nekünk egy kicsit a forgatásról, találkozott-e Matt Damonnal, találkozott-e Ridley Scott-tal, milyen volt a forgatás hangulata, mit csinált ő egészen pontosan, és látta-e Oroszlán Szonyát a NASA központban ülni? Háttal, mert hogy ott ült ugye Oroszlán Szonya is, mint a NASA egyik munkatársa. Úgyhogy a forgatás részleteiről faggatjuk Kamillát. Ákos, hírei után! Most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, 9 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk friss közlekedési hírekkel. Mert hogy küldtek a mi hallgatók, atya Isten mennyien jelentkeznek hármasugrásra. Nagyon szeretik. Nagyon, igen, nagyon. Picit szigorítanunk kell. Már nem azért, mert hogy sokan jelentkeznek, és ez nekünk túl sok, ennek örülünk, hanem tényleg hosszúak a dalrészletek, és kicsit. Ez itt túl könnyű. Be kell keményítenünk. Hát mégis egy ajándékcsomagról van szó. Nem, de csak egy leheletnyit egyébként. Azt mondja, hogy nézzük, mit írnak a hallgatóink. A Podmanicki utcában a Városliget felé rendőrautóból mérnek óvatosan, ezt Anna küldte nekünk. Majka végképp ki fog borulni, hogy tankcsapdát is játszotok, pedig a belehaloknak csilliárdos nézettség van, puszi Niki. Van velem valami. Ő rendszeresen kiakad valamitől. Kiakad ránk? Igen, már úgy általában arra, hogy hát jó, nyilván csak arról van szó, hogy őt nem játsszák. Tehát, hogy jó lenne, hogyha mindenki helyett őt játszanának. Koccanás a gyorsforgalmi úton, a reptér felüli végén, befelé, még lehet haladni, ezt Tamás küldte nekünk. Aztán a Bánkút utcában, a Szent Mihályi felől mérnek a 15. kerületben, a Szerencs utca előtt, ezt Böbe küldte nekünk. Veszprémnél, Csatárinál KPM NAV kontroll a 8-as főúton, ott is vigyázzatok, üzeni Zotya, és az Erzsébet híd Buda felé vezető oldalán nagy a torlódás, két autó ütközött, most cserélnek betétlapot. Úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Na, kim voltál? Nem dohányoztál, nem gyűjtöttál, nem még? Nekem üldözési mániád van. Visszaraktad a tapaszt? Hát te vagy. Beszélted a kapszulát? Te vagy parás a dolog miatt. Igen? Uh-huh. Na jó, őszintén gyógyszer? Semmi. Nem gyógyszer? Nem. Tök őszintén. Nem kapszula? Nem kapszula. Nem gyógyszer. Nem tapaszt. Azt hittem ugyanaz a díleretek, nem, mint Laci. Nem, én azt kihagyom, amit a Laci végig tolt az elmúlt években. Köszönöm. Én meg vagyok nélküle. Nem. Semmi. Semmi. Mondom. Uh-huh. Na, tegnap ugye beszéltünk a Mentő Expedíció című filmről, amit már nagyon sokan láttak. Brutálisan jó a nézettsége, szeretik a magyar nézők is, és ugye átvettük a helyszíneket, hogy mennyi minden látható benne, talán annak is izgalmas lehet, sőt annak a leginkább izgalmas, aki még nem látta a filmet, de meg akarja nézni, hogy megelevenedik Houston, megelevenedik Peking, és hát ezek tényleg csak néhány percre vannak egymástól. Megelevenedik Oroszlán Szonya. Megelevenedik Oroszlán Szonya, és rengeteg magyar dolgozott ebben a filmen a háttér munkálatokban is, a látható módon ugye színészek, színésznők is szerepeltek, világosítók, díszletépítők, és rengeteg magyar helyszín van a filmben. De mennyit ismertél fel? Egyet se. Semmi? Egyet annyira se átalakítottam? Nem, most már, hogy tudod, hogy mit kell nézned. Akkor igen. Ha most ülsz be, vagy most nézed majd meg, akkor megismered. De így, én tudtam, hogy Magyarországon forgatták, de nem tudtam, hogy külső jeleneteket is forgattak Magyarországon, ezért az ember nem nézi, és nem jössz rá, hogy tényleg látod a NASA-t. Ami nem más, mint a Bálna, mögötte a Lágymányos hidat, mert azért kicsit máshogy néz ki, nem is figyeled ugye a hátteret, még a Csepeli hév is elmegy, tehát hogy erről ugye tegnap beszéltünk, rengeteg magyar helyszín, és nagyon sok magyar szereplő. Oroszlán Szonyát sem ismertem meg. Hát igen. Egy NASA központban, édesem, ő háttal ül. Még legendás hát. De van legalább egy visszaszámlálása, hogy elindítja az űrhajót? Vagy nem tudom. Nem kell. Ahogy ő ül háttal, azt tanítani kellene. Figyelj, ebben nyilván nem az a lényeg, hogy milyen színészi kvalitásokat mutat az ember. Szerintem a színészeknek ebben az az élmény,
a magyar színészeknek nyilván nem az, hogy húrna, most akkor ott ültem, mint egy názás irányító, hanem tényleg az, amiről tegnap is beszéltünk, hogy látja, ugye, hogy hogy dolgozik egy amerikai filmes stáb, hogy milyen horribilis a költségvetése, hogy mindenre van külön ember, hogy mennyire precízek, hogy dolgozik a Ridley Scott, ha mondjuk találkozol vele, és láthatod, hát hogy élőben... Hát egyik legnagyobb rendezője. Így van, instruál valakit, szóval nem gondolnám, hogy például a Sonja is ezt azért vállalta, mert jól mutat majd. Uh-huh. Az önéletre, ez nyilván jól, de közben azért, hát ha látsz egy ilyet élőben, egy ilyen volumenű stábot forgatni, dolgozni, hát az nagyon-nagyon nagy. És ezért élmény. Annyira jó dolog, felmész az IMDb-re, és akkor megnézed a stáblistát, és akkor látod, hogy azt mondja, hogy Kamilla Fátyol, Balázs Medvecki, tehát is zseniális, tök jó gyors, Takács Zalál, és így tök jó olvasgatni ezeket a magyar neveket fönt. Úristen, ott voltak benne. Tök jó. Na igen. De én még nem láttátok. Nem. Most tervezzük egyébként, hiszen csütörtökön fogunk majd elugrani. Van már leértéket mozi egy? Nem. Mindig van a kis csütörtök. Mindig van a napok vannak. Mindig van a kisgyerekek. Mindig megkérdezem őket, hogy miért menek, aztán megnézem, hogy mikor olyan ki vécél, és akkor a vécébe elveszem tőlük bent a buriba. Köszönöm, de jegyet a pattogatott kukoricát, és bemegy. Nézzétek meg, így, hogy sokat beszéltünk róla, így imádni fogjátok, ugye, hogy amit tegnap is megemlítettünk, ugye a kínai űrközpont. Tehát a kínai népköztársaság egyik nagy... Az a műpa. Az a műpa, így van. Mm. Az űrügynöksége, a nemzeti űrügynökség. Hát ez az a műpa. És ezt így látod, és tényleg ott van mögött a lánymányos így, hogy ég rajta a világidő. Tehát most már tudod, hogy mit kell figyelni, és így az ember ezt így szereti észrevenni. De jó, ez is az is, egy csomó részletet. Vagy például a bálna, amit ugye tegnap mondtunk. Az egyes villamos látszik rajta, hogy átdöcög az egyik oldalról a másik. Igen, nem? Átmentem én is, ott állok a lerobbant roverrel. Várom a trélet. Akkor igen, forgathatták. Igen, most az is igaz. Na, és van valaki, aki itt van velünk, és ő is játszott a filmben. Fátyol Kamilla, jó reggelt kívánunk neked, Kamilla, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, Kamilla! Na, milyen cuki hangod van? Most keltél? Hát nemrég. Lehet, hogy akkor Anna hangjára ébredtél. Anna ébresztettél. Ezt nem irigylem tőled, de Anna hangját. Na, hogy találja meg az embert Ridley Scott? Egyébként ki dönt arról neked? Van egy portfóliód, van egy ügynököd, aki tudja, hogy egy amerikai produkció mondjuk itt forgat, és te jelentkezel, vagy casting ügynökségek keresnek meg? Ügynökségek keresnek meg. Egy magyar casting ügynökség castingolt a magyar szereplőket ebbe a filmben, és ők megkerestek, be is a castingra, elmentem, és aztán visszahívtak, hogy kiválasztottak. Mit kell játszani egy ilyen castingon? Mit mondanak? Jázd el, hogy sírsz, örülsz, nem tudom. Nem, nagyon egyszerűen elmondják a szituációt, azt megcsináljuk, párszor felveszünk, és ennyi. És ugyanazt a szituációt játszod el ilyenkor castingon, ami már a filmben lesz? Tehát, hogyha ott egy síró nőt játszol, majd akkor itt is egy síró nőt kell játszanod? Vagy csak más a casting? Nem, hasonló a jelenet, amit ott kipróbálunk, de nem teljesen ugyanaz, mint ami a filmben lesz. Uh-huh. Ugye neked egy olyan jelenetet van, amikor ugye te megtudod, hogy az egyik űrhajós, aki ott hagyta Matt Damont, ő nem akar még hazamenni, és te a feleségét játszod, és neked bejelenti. Martineznét bejelenti, hogy még, az nem tudom, 500 napig vagy 600 napig nem megy haza. Ugye ez a jeleneted? Igen. Ül egy gyerek az öletben, jól emlékszem? Nem az ölemben, de ott van mellettem igen egy kisfiú, ami közös gyermekünk, és ezt együtt megbeszéljük, hogy ő akkor kint fog maradni, és nagyon szomorúan elfogadjuk ezt a döntést. Most már elárulhatom, az a kisfiú, én voltam. Tényleg, most, hogy mondod, emlékszem. Igen. Na most azt olvastam, hogy Ridley Scott annyira precíz volt, hogy például ebben a jelenetben kikötötte, hogy te már előre találkozzál a gyerekkel. Nem tudom, hogy ez igaz vagy nem, pedig ez tényleg egy lehelletnyi jelenet, hogy egymásra hangolódjatok, megszólítjátok egymást, és ebben a 2-3 másodpercben is tényleg hitelesnek tűnjön, hogy a te gyereked ül ott az öletben. Ez igaz? Igen, mi előtte találkoztunk a ruhapróbán, és akkor ott az úgy volt szervezve, hogy egy kis időt együtt tudjunk tölteni. Játszottunk, egy picit rajzoltunk, beszélgettünk, megismertük egymást, hogy ne az legyen, hogy ott találkozunk először, és akkor fia, én vagyok az anyukád. És a gyerek fura hátra. Igen, nem is te vagy az. Ágya, ott van. És ő egyébként profib? Tehát ő már szerepelt korábban a filmekben, a kis gyerek? Szerintem neki ez volt az első, de ezt nem tudom. Üveges tekintete néz egyébként maga elé a jelenetben, szóval azért hát nem egy nap. Jó, hát az apád nem jönne vissza neked is 500 napig, hogy néznél. Az egy gyerekem a levegőbe csapna szerintem. Magyar volt a kisfiú? Igen. Uh-huh.
Egy magyar kisfiú ült az öletben, tényleg? Igen, Olivier. Olivier. Na, milyen volt a forgatás hangulata? Mesélj nekünk egy kicsit erről. Hát én pont úgy vezettem föl ezt a témát, Oroszlán Szonyát említettük, hogy nem feltétlen nyilván az számít az embernek, hogy most tényleg egy vagy két másodpercig ott van, bár nyilván az is nagyon nagy dolog, hanem hogy egy ilyen volumenű amerikai stábot láthat élőben dolgozni, találkozhat esetleg Ridley Scott-tal, megnézheti, hogy ők hogy csinálnak egy igazi hollywoodi produkciót. Te be pillantást nyerhettél, vagy láthattad? Igen, ez egy rettenetesen nagy stáb, óriási, minden nagyon nagy, és minden grandiózus, és rettenetesen felkészültek, precízek, és nyilván ebben az a lényeg egy ilyen forgatásban, hogy tényleg az ember oda megy, és egy ilyenbe egy pillanatra belecsöppenet, vagy arra az egy órára, amíg ott van, ami nekem volt, az tényleg, tehát hogy tanulni abból, ami ott történik, hogy mennyire profik, hogy mennyire nem az van, hogy az idő van hajtva, hanem tényleg az a lényeg, hogy a felvett anyag az egy jó anyag legyen. Mindenki nagyon kedves, figyelmes, minden ott van, minden azért történik, hogy ez a produkció jó legyen. Sztárnak érzi magát az ember még akkor is egy picit, hogyha nem egy ilyen nagy szerepe van, mint neked? Ugye egy órát voltál ott, azt mondtad. És akkor azt érezted a törődésben, hogy most rád nagyon odafigyelnek, jön a smink, jön minden, és profi emberek dolgoznak vele? Igen, mert azért mondjuk ez itthon is így van, hogy nagyon odafigyelnek, de nem egy ilyen sztár érzés, hanem egy ilyen jó érzés, egy ilyen meglepő érzés, hogy ez mennyire tényleg úgy van, hogy az ember elképzel egy ilyen nagy produkciónál. A Ridley Scott-tal te találkoztál? Mert ugye hát nagyon igen. Pici jeleneted van, és azt gondolhatja az ember, hogy oda megy mondjuk egy rendező asszisztens, vagy az ő segédrendezője, és ezt a jelenetet mondjuk Ridley Scott nélkül veszik föl, hogy te nézel egy monitorba, és azt mondod, hogy 500 napig nem jössz haza, jaj, ne csináld. Hogy erre mondjuk el sem megy, mert közben ő mondjuk a belső jeleneteket forgatja valahol. Én amúgy ezt gondoltam, hogy ő nem lesz ott, és aztán nagyon meglepődtem, amikor oda sétált felém, és nyújtotta a kezét, majd ő nem mondott semmit, csak én mondtam a nevemet, tehát ő nem mutatkozott be, és végig ott volt, és ő vezényelte le a jelenetet. Nagyon kedves volt, figyelmes, tehát nem volt bennem semmi olyan, hogy én vagyok a Ridley Scott. Uh-huh. Egy ilyen nagyon kedves bácsi benyomását keltette. Kedves bácsi. Figyelmes, kedves, odaadó, nyitott. Mondjuk ez tényleg egy mondat, vagy két mondat? Ez mennyi ideig forgott? Vagy hányszor vettétek ezt föl? Úgy csinálta, hogy elindította a felvételt, és aztán nem állította le, hanem többször egymás után felvettük. És aztán egyszer csak azt mondta, hogy köszönöm, ennyi. Hogy meg is vagy. Ilyenkor utána az ember azért napokig még nézi a telefonját, hogy hát ha megcsörren, hogy valaki meglátott, egy ügynök meglátott a Ridley Scott, azt mondja, na, de tehetséges volt az a lány, egy másik filmötletem van, lehet, hogy abban jó lenned. Van egy pici reménykedés ilyenkor utána? Nem, bennem nincs ilyen. Nekem ez egy nagyon jó élmény volt, nagyon örülök neki, hogy ez megtörtént, de nem gondolom, hogy akkor most ezután, vagy ebből még lesz valami. Igen, de szerencsé, hogy bennem maradtál, mert ugye nagyon sokszor hallani olyan dolgokat, hogy az emberre felvesznek egy csomó jelenetet, és utána visszanézed a filmet, és még csak baromira benne se vagy. Szólsz a haveroknak, elmentek közös, na figyelj, most. Igen, na hello! Mia! Igen, volt bennem egy ilyen gondolat, hogy lehet, hogy ki fognak vágni a filmből, tehát hogy lehet, hogy ez nem lesz benne. Aztán nagyon meglepődtem, amikor nővérem átküldte nekem az első hosszabb trélert, és akkor már abba is belevágott Ridley. Neked csak Ridley. Ilyenben vagy. Igen, benne vagy a trélerben, ugye ráadásul össze van csalva a dolog, mert ugye ott Matt Damon szomorú arcát mutatják, és arra vagy rávágva, és olyan, mintha te Matt Damon családja lennél, de közben Matt Damon családja nem jön szóba, talán a szüleinek üzen. Egyszer, hogy az is lehet, hogy a könyvben van. A belső részeket te megnézted? Vagy ilyenkor kimehetsz a forgatás többi részére? A Korda stúdióba, hogy nézett ki az a kis belülről megépített kis kapszula, amiben a Matt Damon forgatott? Vagy nem engednek oda? Nem, egyáltalán nem. Sőt, én semmit a forgatókönyvről sem tudhattam, és a történetről sem, és a ruhapróbán úgy kellett kikönyörögnöm, hogy adják oda legalább azt a két mondatot, amit el kell mondanom. Mert teljes titoktartás, és senki nem beszélhet semmiről. Facebookra nem lehet kiposztolni, hogy éppen forgatunk Ridleyvel, semmi. Tehát teljes titoktartás és szerződés van már erről aláírva. Akkor, amikor az, sőt, már a castingon is alá kell írni egy titoktartást, hogy azt sem lehet elmondani, castingon voltam. Ez azért fura, mert nyilván a forgatásról nem beszélhet a castingról, de hát a történetet lehet ismerni, hiszen ez már egy éve
hogy fél éve kint van könyv formájában, tehát ezt bárki el tudta olvasni. De úgy, hogy ő ezt hogy csinálja, meg milyen jelentekre bontja, és ezt nem lehetett tudni, tehát nem kapott senki, vagy legalábbis én, és az itteniek nem kaptak teljes olyan forgatókönyvet, amiben kiderül, hogy ő konkrétan mit csinál. Aha, hát igen, azt lehet hallani, hogy ilyenkor nagyon, nagyon szigorú titoktartási tiratnak alá az emberekkel. De akkor jó élmény volt, tehát jól érezted magad. Igen, jó élmény volt, nagyon jól éreztem magam. Jól van. Kamilla, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Ilyen korán, nekünk nem korán, de neked korán. Ilyen flottula rendelkezésünkre állt. Puszilunk téged, jó munkát. Köszönöm nektek is, szép és napot. Köszönjük. Puszíjuk Ridit is. Köszönjük, Pátyol Kamillával beszélgetünk. Köszönjük. Hello. Bali, a casting tök más, ott egy kanapére ültetnek. Jó, most a hivatalos castingot kérdeztük. Azért ez nagy élmény ez lehet, nagy, nem? Ez nagy. A Ridley Scott-tal együtt forgatni, hogy csak odajön. Mondjuk az Gizai nem mondja nevét, csak hát azt gondolom ezért. Már nem nagyon kell bemutatkoznia. Igen. Igen, ez tök barátságos. Honnan ment is azt mondtak, amire jó voltál a Kossuth kifliben. Anna, akkor lepődött volna meg. De láttad, Ridley? Kossuth kifli. Felkészült. Na játsszunk, itt van már is a játékosunk. Hármas ugrás, játsszunk már is. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Gábor, hello, jó reggel! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Hello, Gábor, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről? Mit csinálsz, mivel foglalkozol? Dolgozom és sétálgatok fel le az irodában. Mit dolgozom? Egy pénzügyi cégnél, operációs menedzser. Opa menedzser. Most ebben nem menjünk be, hogy ez mit jelent. Ne, is úgy értjük. Köszönöm. Nem akarjuk nagyon, nem akarjuk nagyon boncokat. És föllejárkálsz, azt mondod? Föllejárkálok, így van. Ideges vagy, vagy milyen? Nem, ez a munkaköri leírásomban van benne. Uh-huh. Hogy fölle kell járkálnod. Ja, mert diktálsz közben. Jöjjön Aranka, diktál. De milyen munkaköri leírás ez? Miért kell neked föllejárkálni? Nem, mivel ugye Anna a szerencsés engem kiválasztott, itt a csapataimat és a kollégáimat megkértem, hogy mindenki álljon készenlétben, és itt közöttük járkálok, hogy bárhonnan jön a segítség, akkor jó helyen legyek. Ja, értem, tehát hogy van segítséged. Van. Jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Hát akkor így menni fog. Az első kérdésre a lányom tudta a választ, a másodikra a feleségem, a harmadikra egyik sem. Ennyi tudok a kérdésekre. Minden este megalázod a családod a kérdésekkel? Komolyan mondom, minden este elmondom nekik az összes kérdést. Kíváncsi vagyok rájuk, hogy tudják, és sokszor így lövöm be egyébként a nehézséget. A feleségem és a lányom van, úgyhogy próbáljuk meg. Na megnézzük, így szól az első. Nem ugyanaz, amik nekem. Hogy nevezik azokat a görög mitológiai lényeket, akik az énekükkel csalták magukhoz a hajósokat? Szirének. Wow. És utána felfalták őket. Yes! Mi legyen a második kérdésem? Haladjunk. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Melyik hivatás világhírű képviselője Zsigmond Vilmos? Filmes vonal, operatőr. Így van, pontosan így van. Nagyon jó vagy. És Willi se rossz. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Menjünk. Itt szól a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Melyik Karib-tengeri szigetország fővárosa Kingston? Jamaica. Egy. Ez hogy ment így séróból? Negyedik kérdés esetleg? Az nincs. Valami kihívást jelentő. Valami, ami nehéz. Igen. Jó van, ügyes vagy. Hát ez nagyon szép volt, ahogy ezen végigmentél, Gábor. Hát köszönöm szépen. Küldjük neked a kis ajándékcsomagot. Hát jó? Nagyon köszönöm, srácok. Szép napot kívánok. Köszi. Hello. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Tudod, az oprendszeres milyen okos volt? Az. Opi. Erről a Jamaikáról teszembe, hogy hallottátok, hogy a Ladány Bene megzenésített egy régi magyar regét. Regét? Igen. Regi a csodaszarvasok. Regi. Jézusom. Szóval se gondoltam volna, hogy visszasírom Borosnak. Szonyának van egy mondata a filmben. Tegnap láttam, nagyon szuper. Nem emlékszem erre, lehet, hogy mond egy mondatot. Állítólag van egy mondata, igen. Ennyien még sosem maradtak egy mozifilm után, amikor a stáblista megy felfelé, hogy levadásszák a neveket. Oroszlán Szonyának ki a magyar agya? Csúlya Imre kérdezte. Nem, Levicki Gábor kérdezte. Kazi. Igen.
Azt mondja, hogy nézzük még, mit csináltuk a kis marsjáró napelemet. Lézerre kellett kivágnunk, majd keresem a nevünket a stáblistán, írja egy hallgató. Köszönjük szépen. Jövünk mindjárt, jó, 9:30 lesz pontosan 2 perc múlva. Ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek nekünk, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik úton vannak. Jött egy az M1-es, 25-ös és 26-os kilométerek között nagy gumidarab az út közepén. Vigyázzon mindenki. Köszönjük szépen, jövünk egy pici szünet után. 3:40 lesz, 7 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Ugye ma reggel miről beszélgettünk? Kora reggel kielemeztük a Feröer-szigetek csapatát, és rájöttünk, hogy nagyon-nagyon kedveljük őket. Kedveljük őket, mert hát ugye kiderült a megszólalásból, aki hallotta az egészet, hogy nem főállású focistákról van szó, hanem mindenkinek van egy hivatalos foglalkozása, és közben ezek az elszánt fiatalok, hát ledolgoznak 8-10 órát, és utána mennek futballozni. Kétkezi dolgozók, szellemi munkások van itt mindenki, és utána a foci. Nagyon-nagyon szeretnivaló kis csapat jön nagyon hozzánk, és fontos meccset játszunk velük holnap. Arra jutottunk, hogyha nem a saját nemzeti válogatottunk ellen játszanának, talán még tudnánk is nekik drukkolni, mert végtelenül szimpatikusak, amiket megtudtunk róluk kora reggel. A románok ellen fogunk is nekik drukkolni. Abszolút, abszolút, igen. És betelefonált egy hallgatónk, András, aki a Feröer U21-es labdarúgó válogatott kapusedzője. Elmondta, hogy ő most megjött a válogatottal, itt van, és egy csomó játékost ismer személyesen, és elmondta nekünk még az említett neveken kívül, hogy kit ismer még, és ki mit csinál. Egészen megdöbbentő, hogy ott milyen zellemiségben fociznak. Másodállású focisták jönnek holnap hozzánk, mi nagyon-nagyon szeretjük őket. Erről volt szó, valamint ugye hát átvizsgáltuk Ferit, mert túlságosan gyanús a leszokása, ezért elrendeltünk gyorsan egy testi motozást. Hát a testüvegig még nem jutottunk el, de nagyon várom. Igen, de megnéztük, és levetkőztettük, és kerestünk minden külsérelmi nyomot, hát ha valamilyen kis túlpisság van a dologban, és esetleg hát tapasztalt fel, de nem találtuk meg. Egyelőre. Nem találtuk meg, a nikotin kúpot még nem ellenőriztük, de az lesz a következő. És keresünk a testébe beépített kapszulákat is. Igen. Vajon mitől ennyire nyugodt, és miért megy ilyen könnyen a leszokás? Ezekről beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan 3 perccel. Hát nagyon helyesek ezek a Feröer-szigeteki játékosok, nem? Kicsit hajrá Feröer, komolyan. Nyilván nem magyarként ellen, nem mondod de... ezt, de olyan aranyos tündér csapatkár. Sokszor ad. Ezt most így, hogy megismertem őket, szerethetőbbnek érzem, mint a magyar válogatottat egyébként, de tényleg. Tehát most én értem, hogy a nemzeti válogatott meghívó, de miért is kellene őket azért olyan nagyon szeretni vagy kedvelni? Tehát így adjanak rá okot, nem? Hát van egy csomó sportoló más sportákban, aki azért naponta bizonyít és hoz nekünk rengeteg dicsőséget. Én nem vagyok futballfan, de nyilván nem akar az ember a fiúk ellen drukkolni, de az, hogy ők napi 8-10 órát dolgoznak, és utána még mennek. És szabadságot vesz ki, ha a meccsre jön. És most eljött az asztalos, a villanyszerelő, a villanyszerelő, a bútoros, a börtönőr, és holnap kifutnak a pályára, mint a Feröer-szigeteki válogatott, és küzdenek. És egyébként, amit említettük, rommá verték a görögöket. Hát, hogy egyébként nem rosszul, úgy, hogy ők most szabadságon vannak. Szerethető egy válogatott. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Azt sosem fogom elfelejteni, mikor egyszer Izland ellen játszott jó pár éve a magyar válogatott Izlandon, akik szintén ugyanígy állnak ki, tehát hogy aznap nincs meló, de egyébként dolgoznak, és hát a mi fiaink sajnos kikaptak 2-1-re, és a Knézi volt még akkor szegény megboldogult Knézi a riporter, és azt mondta, hogy innen üzenem a magyar válogatott minden tagjának, hogy menjenek el dolgozni. Kicsit ideges volt a jelenik. Hát lehetett is. Megértem, hogy miért. Persze, hát igen, akkor mondtam, olvastuk az SMS-t, ez egyik hallgatott, a mészre, igen, hogy a bálnavadászok bálnavadász csapat vert meg minket. Igen. Nagyon kemény. Na, nekem minden esetre megvan a jegyem holnap estére, úgyhogy kimegyünk a srácokkal, és a magyaroknak fogunk drukkolni. Persze, helyes, meg hát nyilván nem erőveszi. Nagyon fogjuk sajnálni ezeket a munkás embereket, ha kikapnak. De helyes. Aha. A sztori, nem? De, a gyermeket. Ja. De tök helyes a történet, nagyon, szerintem, hogy ők így játszanak. Egyedül lesz a delfinmészárlás, ezt egyszer nekem valaki elmondja, hogy ez... Jó, nem. De ennek igazából nincs közel, csak ugye ők is csinálják, sokan csinálják, hát ez sok országban ez ugye egy ilyen kulturális hagyomány. Ha ott élnél, Japánban sem könnyű, de a Feröer-szigeteken is évente, csak azt mondják, hogy na jó, hát akkor ez a férfi válogatás, igen, szertartás egyébként nyilván évezredes hagyományokkal
Ez most nem, az szerintem nem ne keverjük bele. Nem csak ugye ezt eszembe jutott. Lehet, hogy a ferőerejek még a disznótorokat nem értik. Igen. Na, hívjuk a nap hallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show megkapja a szép kis ajándékcsomagunkat. Aztán átadjuk Csabinak a terepet. És ilyen beszélgetések lehetnek. Azt mondja az edző, kis, rövid a kispadunk, nem tudok cserélni. Megyek, mester, megcsinálom. Igen, ha nem működik a lámpa az öltözőben, akkor jön a villanyszerelő is. Megcsinálja. Egy fázis ceruzát, és két darab égőt kérek. Halló, jó reggelt! Így van! Ez az volt, Feri, Jani, Csabi, Balázs. Morning Show, szia! Szia! Jó reggelt! Morning Show volt? Nem értettem. Nem, nem az volt. Nem az volt, ugye? Jól értettem, hogy nem azt mondtad. Hogy hívnak, hello? Szia, Frauhammer László vagyok. Laci, hello, írtál nekünk SMS-t, ha jó. Hát az a baj, hogy nem hallottam saját SMS-emet vissza a rádióban, mert pont akkor telefonáltam, és le volt kapcsolva. A fene vigyen, hát így jártam. Jó, én mondjuk, én veled vagyok, mert ez, hogy valaki ezt mondja elsőre, hogy nem ezt mondtam, hogy Morning Show, ez eddig nem fordult elő a műsor történetében. Aki nem ezt mondta, az is bekamuszt, hogy de az volt. Ja, hát én a becsületes fajta vagyok, mit csinálja? Hát megérdemelnék, ha valamit nem. Ez nagyon szép gesztus, de természetesen nem jár az. Így is van. Ja, nyilvánvaló, megvan, jó van. Azért bepróbálkoztam én is, mert mások is szoktak, hallottam. De helyes volt egyébként, meg nagyon-nagyon szép, hogy ennyire klasszul vállalod, hogy nem mondtad. Ugye írtál nekünk SMS-t, az szellemes, hogy a Feröer szigetekről beszélgettünk arra reggel, és azt írtad nekünk, hogy összeomlik a GDP, ha kiütnek az EB-re, mert hogy egy csomó ember szabin lesz. Hát igen, hallottam azt a blokkot, úgyhogy emiatt persze nyilván. Összesen 40 ezeren vannak egyébként. Hát most gondold, abból kimegy mondjuk 20 valamennyi szabadsága plusz a kíséret. Jó. Bizonyám, meg a drukkerek is kiutaznak, hát ott végén. Leáll az ország, igen. Na, egy tapsot azért kapsz természetesen, jó? Hát, te vagy a hallgatója. Köszönöm. Nem vagy egy csomó barátom, majd most fel fog hívni, hogy hallott engem a rádióba. Tényleg? Az már jó lesz. Na, hát akkor ez. Már jól indul a napot. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Köszönöm szépen, minden jót. Ciao. Hello. Csabikám, mondj valami jót. Mármint a zenékről? Akár, vagy hogy edzettél, vagy hogy mi van kint, vagy milyen idő van, vagy mit el, mostanában nem hajnali edző vagyok, mert hogy nekem azért az korán kell, és nem ment könnyen soha. Ugye járnak a srácok focizni, most hétfőn, szerdán, pénteken minden délután van edzés, és amíg ők ott a pályán rúgják a labdát, meg gyakorolnak, addig én mellette egy ilyen edzőpályán, vagy egy ilyen régi pályán. Futópályán körbe futsz. Hát az már nem futópálya, mert kicsit benőtte a fű, de ott futok körbe-körbe, tehát egy normál 400-as köröket futok, persze nem egyet, hanem 15-16-ot. Tehát ilyen 6-7 kilométereket lefutok hétfőn, szerdán és pénteken. Tök jó. Hát ez kellemes a hasznossa. Úgyhogy most már délutánonként. Úgyhogy ma délután megint megyek. Két. A gyerekek nélkül szólnak, hogy fater, hajrá, ne ess össze. Nem, a hát speaker mondja, hogy két aboázia pályán, a harmadik melegít. Nem, én szólok oda, hogy rendesen csináld. Nem, majd még egyszer mondom, egyszer már beszéltünk erről, nem vagyok olyan apuka, aki beszól az edzésre, tehát ott azért van az edző, majd ő tudja. Edző bár biztos mondaná, hogy kívánságműsort, azt vezess, Csabikám, jó? Ezt meg bízd rá. Mondani, én is szólok bele a rádióba. Most voltam hétvégén meccsen a gyerekkel, mert hogy volt ugye ez a Bozsik napon. Rengeteg szülő van, aki önjelölt edzőként áll a kerítésnél, és brutálisan ordít a 7 éves gyereknek, lehet, hogy az tök jó, hogy de nem, hogy mit csinálj, hova fúss, ne úgy kezeld a labdát, tudod. Törd el a lábát. És vannak ilyenek, vágd fel, most rúg fel, löp fel! Hogy? Hát ilyet nem. Igen, és én is azt hiszem, olyan fura volt, nem volt komoly tétje a meccsnek, a végén jó, mindenki gyerekek kapott. Számára mindig van tét. Persze, de győzelem az mindig. Jó, de kicsik voltam, 5-6 évesek. Akkor és néhány szülő, tehát álltak. Edzőbával vitatkoznak? Miért nem cseréli be? Miért cseréli be? És nem, ez még nem volt csere. Kispályán játszottak, kiskapura játszottak, hárman-hárman egy csapatban. Tehát, hogy ez még tényleg... Született csatán! Miért védekező posztra állítja, mester? Na, a kispályát mindenki oda rohan, ahol akar, nincs kapu, nem lehet lefogni kézzel, de néhány szülő önmagából ki kell. Igen, de ilyenkor az edző úgy ordított ugye... végig egész nap, hogy nem is hiszed el? Az edző jobban együtt él azzal a meccsel, és mondja rá, ráadásul tudja, hogy mikor kellene passzolni, mit kellene gyakorolni már ott meccs közben is. És passzolj, fiam, nem nán és a közben az apuka meg beszól, ne passzolj, lőd rá! És hát a gyerek persze, hogy az apjának játszik, mert majd tőle kapja otthon a csokit, vagy a verést, hogyha nem rő gólt. Elindul a láb, visszahúzza, elindul, visszahúzza. Meghallgattam ezt az Áron csupát tegnap, hát figyelj, ez tényleg nagyon jó.
Tehát ez annyira jó volt az Áron csupa. Hogy ma is meghallgatnád újra, ha lenne esetleg. Ma is van Áron csupa, mert tegnap ez annyira odavágott. Most mást hozok nektek, na. A Marsalkó Robit, nem Marsalkó Dávidot, bocsánat, nekem volt egy Robi osztálytársam, de ez a Marsalkó Dávid, aki 2003-ban halott pénzé avanzsált, vagy ő megváltoztatta a nevét, művész nevét, és aztán 10 év eltelt, 2013-ban azt gondolta, hogy legyen ez egy zenekar, és innovára van egy ilyen héttagú csapat, a Halott Pénz, és az egyik legmenőbb zenekar, nem csak a fesztiválokon, hanem például tegnap is játszottak Debrecenben, és mennek folyamatosan, és megtöltik a koncerttermeket, és nekik van egy ilyen, nem annyira kemény, kicsit ilyen, hát majdnem, hogy szerelmes lírai dal, de persze az ő saját stílusukban az a cím, hogy Nem érinthet meg. Ezt szeretném nektek ajánlani ma. Más, egy mint az Áron csupa, más, értelemszerűen, de nem véletlenül. Nem lesz Áron csupa. Hát bocsáss, na jó, van. Meg nekem. Teljes kontroll van a 62-es úton Székesfehérvár előtt, úgyhogy mindenki vigyázzon, ezt most még kaptuk SMS-ben. Valamint Füzesgyarmatnál is van egy hatalmas baleset, rendőr, tűzoltó, mentő, most vágják ki az autóból a sérülteket. Ez Bihar, Nagybajom és Füzesgyarmat között van egészen pontosan, úgyhogy vigyázzatok arra felé, és reméljük, hogy senkinek nincs komoly baj. Csabikám, jó munkát neked! Köszönöm, jó? Szépen! Elmentünk 555-55-00, ha szeretnétek dalt kérni Csabitól, akkor tegyétek meg, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Hello! Hello. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.